Klassz FM-en. 6 óra múlt 11 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello. Sziasztok. Hello. Jó reggelt. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk. Szerda, csütörtök, sosem csütörtök. Már csütörtök egy nappal közelebb a péntekhez. A hét legboldogabb napjának pitvarában vagyunk jelenleg. És én ezt az új effektet, ezt a másikoltozást, én ezt nem tudom megunni. Ez valahogy olyan kitelepüléses feelingje van az egésznek. Mi volt ez az, amit nem lehet megunni? Ez mi volt? Ez az, amit nem lehet megunni. Ez valamilyen tejtermék volt. Igen, tejtermék volt? Ez az, amit nem lehet megunni. Valami olyasmi. Jaj, ha már a túrót mondod, gyerekek. Beöntés. Ja. Olyan túrós sütit csináltam a múltkor, hogy... És miért nem eszünk belőle? Mert még hűl. Ja. Nem tudtam kivenni a tepsiből. Nagyon mert... forró, látszok, értsétek idővel meg. Azért mondtam, hogy beleégett a tepsibe, és nem tudtam. Nem, annyira gyorsan ráment a család. Egy nagyon egyszerű receptet kaptam. Ez a morzsálós össze. Nem, mindent bele kell szórni. Tehát magát... Neked ideális. Gyerekek, nekem minden jó, nem kell semmit. Belerakod a túrót, beleraksz két tojás, beleraksz egy vanília pudingport, az egészet kicsit összerakod, még ezt-azt, és egy ilyen folyékony masszát kapsz, sokkal jobb, mint a Felipe masszát kapnál. Igen, és igen. Akkor így... Nehezen megsütni, kicsi a sütőt hozzá. Igen, berakod masszát ebbe a kis sütőbe, 180 fokon egy óra alatt megsütöd, végén a villát beleszúrod, ha nincs semmi a villán, kiveszed. Nem kell linzer alap, nem kell piskóta, semmi nincs. Csak, hát csak meg tart megenni, hogyha nincs semmi a villán. Te szórod, sár, sincs semmi igen. A villán, érted? Az a teszteled. Átsült-e már? Ja, hogy nem ragad rá tészta. Igen, nem ragad rá tészta. Hozzak nektek? Igen. Most találtam egy túrót a hűtőmben, ami lejárt nagy, abból csinál, december 27-én, azt ma megcsinálom nektek, én jó? Én úgy szeretem egyébként, jó savósan. Kicsit már savanykás lesz, kicsit úgy felszakad a szájpadlás, hogy szétnyomod, kicsit már úgy pattog a szénsavtól, de meg lesz. Amikor egy kicsomagolod, és már úgy pezseg magától a túrót. Garib megy. Jó, ha már rendesen viselkedtek. Igen. Mit kell tegyünk? Na, de ez mit jelent? és ma tényleg rendesen viselkedtek, akkor lehet, hogy ma csinálok egyet, csak hozok nektek. Én soha életemben nem tudtam reggel édeset enni, úgyhogy tudod mit? Tudod mit? Sütidet. Készítem, hogy nem csinálom direkt édesre. Aha. Mert nem szeretem nagyon gelsütiket. Tehát olyan, amire azt gondolod, hogy de jó, még egy kicsit lehetne édesebb, de pont nem. Uh-huh. És nincs benne semmi olyan anyag, se cukor, se semmi. Tehát csak nátszukor, meg ilyenek. De egy kis tápióka szirup azért van benne. Agavé szirup van benne. Agavé. Nincs benne semmi, semmilyen szirup nem kell. Bele, én tök egyszerű. Ez jó. Úgyhogy megcsinálom, és hozok nektek. És akkor oda tartom az arcom, hogy bántsatok. De, rá, hogy mernénk. Szeretitek a citromot a túróban? Mert van, aki nem, például Viki utálja. Én szerintem a túrónak tök jó vannak dolgok, amik jók együtt. Tehát az eper, meg a csoki, meg a banán, meg a csoki, meg a túró, meg a cíl, ezek kellenek. Így reszelve, egészben nem, de reszelve. Ne azért gondolom, hogy belevágok ilyen 7 darabokat. Negyed citrom. Nem, én nem reszelve szoktam, én nem úgy szoktam a túrót, csak én fogok egy citromot, és az egész levet belenyomom. Mert sokkal erősebb is indezi, mint amikor a héja kicsit keserű. Igazam van, Feri? Hát, hogyha sokszor, ha túreszeled, a héja tud keserű lenni, viszont ha magát a citromnak a levét nyomod bele, akkor az viszont... Ez jó mesterfogás. Igen, viszont ha nincsen jól kicsöpögtetve az a túró, akkor még akár az a kis citrom még ki is csaphatja a maradék savót. Tehát, hogy így akár egy ízét, két tál étel is lett belőlem, az egyik oldalon ott lesz a túró, a másik oldalon meg a savó. Hozok egy kis sült savót nektek. Hogy utálom ezt a szót, hogy túró egyébként, nem tudom miért olyan. Nem tudom, olyan fú. Túró. Olyan, nem tudom, nem szeretem. Brrr. Vannak szavak, amiket nem szeretek. Próbáld még egyszer. Túró. Na mindegy. És benne vagy egy ilyen kis receptküldő szolgálatban? Vagy nem. Hogy jött ez neked? Képzeld el, hogy a Vikinek a húga átjött karácsonykor, és ő szokta ezt a sütit csinálni, és mondtam, hogy akarod. Lefotózom a receptet, mert már nincs ez egy add meg, és akkor fölírogatom, és úgy, hogy van, az egészet kifotóztam belőle. Ha csak hamarabb végzünk, majd én megcsinálom. Igen, hadd csak én. És itt van a telefonkönyvem. Túró torta alap nélkül. Tök jó. Benne van fotózva a recept a telefonkönyvemben, ott van, és akkor onnan csinálom. Nem írogatok át receptet, még semmi. Kb. 10 szelet, elkészítése 1 óra. De látom, sülés. Valakinek korábban nem sikerült, és a vérét vettétek, mert egy hatalmas folt van. Hát érdekes voltok vannak a szakácskönyvben. Ez egy 80 éves szakácskönyv. Ennyire jó. Micsoda foltok. Igen, nagy buli volt karácsonykor nálunk. Úgyhogy ezt tudtam most megcsinálni, és már lesütöttem a tesztet. És túléltük, tehát, hogy a dolog eltűnt. De meg is ettétek, jó is volt, vagy csak túléltétek, az nem ugyanaz.
Mert kifejezetten jól lett. Mondjuk nálatok azért vagyunk őszintén, egyetlen receptből is lehetne szakácskönyvet csinálni, mert hogy 30-szor csinálod meg, és 30-szor sikerül másképp. Igen, nálam, igen, de nem olyan, hogy Michelin csillagos étterem, hogy minden nap ugyanaz, vagy mint egy gyors étterem. Balázs minden nap más. A hétfő kettszer, meg csütörtök péter, szóval igen. Ma a hétfői tökfőzeléket lehet megkóstolni, holnap a keddi tökfőzeléket. Na mindegy, jó, van, mi újság van, olyan gennyes idő van, nem? De fú. Én ezt a szót utálom viszont. A túróval még el vagyok. Na. A genny, az és a gennyes túró? Az mit szólt? Nem, ma lett először elegem. Tehát ma azt mondtam, hogy elég. Nagyon nagy köd volt nálunk fönt. Aha. Szitált az eső, hideg is volt, meg nem álltam be a garázsba, úgyhogy fú. Nem. Mondjuk 9-e van, csak szólok. Tehát egy kicsit rövid idő alatt értél el a hát, mély pontra. Igen, ha ezt most hamar feladtam. És melegedni fog a hétvégéig. De aztán? Az idő. De aztán meg megint visszahűl egy ilyen erre a kis nyálkás taknyos, mennyes időre. Úgyhogy hát a tél az még odébb van, én úgy látom. Kapunk belőle, az biztos, de tudod, én az igazi telet szeretem, amikor mínusz 10 fok van, hideg van, és az időjárás egyértelmű, tudod, és akkor azt olyan télnek érzed. Nem, ez a plusz 8 fokban ilyen köpszitálós, gennyes, ilyen túró. ilyen valami jön, és ez, tudod, ez a száraz hideg, amiről tegnap is beszéltünk, az egy ilyen jó hideg. De ez ellen nem tudsz fölöltözni, mert ez úgy beléd mászik a csontjaidba, a pára, a nedű, nem? Hát ez még egy mínusz 20, az egy olyan tiszta. Az egy tiszta jellem. Jó, az előbb hideg vagyok. Az 10 volt, az nem egy lejjebb. Lesz az. Meg a száraz hideg egyébként jót tesz abból a szempontból is, hogy akkor a megbetegedések sokkal kevésbé fordulnak elő, mint most. Mert ebben a viszonylag melegben, ugye hallottuk Karolinánál is, meg ugye szakértő is elmondta, például én nagyon örültem annak az okos tanácsnak, hogy például ne menjünk fertőző betegek között. Nagyon jó. Az egy kifejezetten jó tanács volt. Ezt írtam. Igen. Úgyhogy de lehetne egy kicsit jobb idő. Képzeljétek el, tegnap kaptam egy levelet, és azt gondolom, hogy vagy neked szól, vagy neked Feri, vagy neked Balázs, vagy esetleg Vikinek, Szia Viki, de lehet, hogy Annának is. Nem merem felbontani, mert az van ráírva, hogy a közlemény kizárólag a címzet részére. Mi az? De nincs rajta címzet. Megkaptam én is, itt van a kocsimban. Itt van a kocsimban. Te is? Most akkor szelektál. Majd adod, mert lehet, hogy az nekem van. Az nekem jött, és ez pedig neked. Most szelektáltam a leveleimet, és csak azért nem hoztam be, mert én azt azonnal a kukába dobom. Jó, igen, hát pedig fontos információ. Én nem mertem, mert rá van írva, hogy közlemény kizárólag a címzet részére, de akárhogy is kerestem rajta a borítékon, nem találtam ki a címzet, de nem mertem ezért felbontani. De nem lehet, hogy elcsúszott innen előről. Ja, ez a kis ablakos, egy kicsit döcögtesd meg jobbra, meg balra. Hát, ha menne, hogy Vadon János. Vagy hát, hogy Rákóczi Ferenc, vagy Sebestyén Balázs. Vagy Vona Gábor, vagy bárkinek. Igen, vagy Dúró Dóra. Igen, Dúró Dóra. nem vagy benne. De értitek, aki ezt így kitalálja. Tehát, hogy na. Ez közlemény kizárólag a címzet részére. De vajon ki lehet? Igen, érve kibocsátó intézet. Nézd, én is kaptam ilyet, nézzük meg. Nagyon jó. De közel tartsd magad, hogy a te arcod robbanjon le, ha valami. Én vagy, mert lehet, hogy a magyar érem kibocsátó intézet, lehet, hogy mégis nekem szól, mert én numizmatikus. Numizmatikus? Te vagy az ország numizmatikusa. Na nézzük. Egy óriási nuni felfedező. Nézzük. Nuni gyűjtő. Na. Puning próbálja az evés. A puni próbálja. Na jó, ez még korán van? Nem, most még lehet, a 7,5 fölkelnek a gyerekek. Na jó van. Na. Jó van. Jó. Hány millió ment most? Hát egy sterling ezüst jött ki, színes. Ja nem, színarany bevonattal. Na. De hogy vegyél valamit? Igen, van ilyesmi, mert még egyelőre én bírom egyébként az ilyesmit, mert vannak otthon ilyen régi pénzeink, de ez nagyon drága, ez nem. Hát ez majd száz múlva régi lesz. Mondnál fel, hogy mit kaptak, mert a hallgatók nem tudják, csak mi örülünk neki, hogy mi van rajta. Szigorúan korlátozott példányszámú pénzérme, 6900 forintért vehetsz meg, és meg tudod rendelni, a Szent Korona emlékéremről van szó. Nagyon jó. Rajta van maga. Szuper. Én szeretem egyébként az ilyeneket. Ez olyan, ami a TVR7 hátulján van, de ez nem, ez kicsit komolyabb azért. És komolyabb. Itt az aurallátó ajánlja neked a szerencse talizmán, tudod? Á, de az működik. Ez egy picit komolyabb. Jaj, az aura, erre jut eszembe, most olyan hirdetés van, hogy már 300 éve köztünk él, és azóta jósol nekünk. A tévében? Tévében. Volt ilyen? Egy néni van, és akkor azt mondja magára, hogy ő már 300 éve itt van. Ma egész elvesztek a papírjai. Mondom, egész jól tartok. Segítem bele ezt az anyakönnyű kivonatot. Egy 55-nek néz ki. Hát a szörnyű ebben az, egyébként ez maga engem nem zavar, hogy vannak ilyenek, ha mondja tőlem, azt is mondta, hogy ez éve a szomszédom, hanem, hogy van, aki telefonál, tudod. És most már pont a múltkor néztem, 500.
480, azt hiszem plusz áfa, vagy bruttó 500, nem tudom, de már valamilyen ilyen horror. Hát a feléért mi is jósolhatnánk. 250-ért? Hát szerintem. Én beülnék egy ilyen műsorba, estig mesélnék neked. Sose tennék ilyet, mert nem tartom túlzott etikusnak, de bármit. Hát múltkor láttam egy nőt, az egyik kezét az ég felé tartotta, a másik kezével meg így integetett. És mondta, hogy tartom a kezem, érzem, most jön a pénzenergia, jön, most hívjon, bent van. Hát neki bent hát igen, volt. Igen, itt van. Ő érezte. És így ültem a tévé előtt, mondom, úristen. Telefonál a vonalba, itt is a pénz, jóval. És azt vettem észre, hogy úgy csinálják már, nagyon rafkosak, hogy előre rögzítik azt, akit adásba kapcsolnak. Tehát régen az volt, hogy élőbe kapcsolták be, és azt mondta, hogy jó, hogy kérlek, itt vagyok, szeretném megtudni, kis beszélgetés ki. Aztán most pár hónap ezért úgy csinálták, hogy csak beadták, mondott valamit, és kivették. De most már nem. Előre elmondatják vele a mondatot, és magát a mondatot teszik adásba már csak. Aha. Tehát akkor már ő nincs ott a hallgató. Nem találkozik már, hogy semmiféle esélye ne legyen meg annak, hogy valaki azt mondja, hogy itt a fénye, akkor zabály fényte, nem érted, semmi. Tehát előre berakják. Múltkor hallgattam, mondom, ezek szerintem felvett hanganyagok, aha, amiket beraknak. Elmondja a kliens, fölveszik, megvágják, teszik be a nőnek. Na, de megkérdezte tőlük, hogy mire számíthatsz ebben az évben? Mi, én betelefonáltam persze. Tibihez, az Aura erőhöz. Most akkor kikapja a VV6-ot, mondják már meg, legyenek szívesek, mert mindenfélét olvasok. Hát most igen, hogy holnap kezdődik, így már szerintem még van, aki azt se tudja. Tehát itt az Aura látó nem biztos, hogy meg tudnám mondani. Hát ő emelkedettebb dolgokkal foglalkozik, nem ilyen vacakkal, érted, hogy mi a VV6-ot kivezeti. 480 plusz áfa, nem? Nagyon hát, kemény. Az nagyon kemény, 380 plusz áfa, nem tudom, de kemény. Igen. Én most új lehúzásba futottam bele, a ünnepek alatt ráakadtam egy IQ-tesztre. De mondom, hát egyszer az életben ki kell próbálni, tök jó feladatok vannak. Elvégzel 85 feladatot. És nincs kiértékelés. Várjál, nem. Azt mondja, hogy amennyiben értékelni akarja a feladatát, akkor küldje el ezt a három jegyű kódot a 0690. Mekkora? Akármilyen telefonszámra. És az, hogy akkor elküldöd. És elküldöd, tudod, mennyibe kerül? 1002. Gyere, egy SMS. Ma mondom, akkor kipróbálom, hogy mennyibe kerül, és ráadásul 0690-es SMS. Hát az MLD-es, persze. Az MLD-es, akkor visszaküldenek egy kódot, azt be kell írni, 1002-ért. Mondjuk, ha lenne humorérzékük, akkor azt írnák vissza, hogy jó, plusz, illetve nem, mínusz egy pont levonás, azért, mert nem volt elég interinges, hogy átlássa, hogy ez mekkora lehúzás. De figyeled, a Ferit milyen szépen háborodott föl, hogy küld el a kódot, 1002 vissza beírja, csak mondom, hogy szex oldalakon csinálják fizetős oldalakra, de milyen szépen intelligencia csinál belőle. Én akadtam egy IQ-tesztbe az interneten, 1200 forintért kaptam egy háromjegyű kódot, beütöttem, és hoppa, nagydudák.hu-ra lyukadtam ki hirtelen. Csáré csöcsű tini lányok. Hát akkor már ott volt, akkor már beküldtem azt a 1200 forintot, visszakaptam egy háromjegyű kódot, 10 percig. Kérjük, válassza ki a megfejtést, AB vagy C, anális, kanális, vagy drabális. Vagy majális. Igen. Na mi lesz, a IQ-teszt mi? Aha, persze, IQ hát, most ezt mégsem mondhatom, hogy fizetős. A gyerek halott már. Böngészek mind a kettő. Miért van az, hogy... Na most már mivel van bajom? Igen. Ez egy hiperből származó körte. Aha. És beleharaptak a szemetet. Nem. Keserű, kemény és ehetetlen. Aha. Ha bemész egy zöldségeshez, ott van a normális körte. Miért nem vesznek normális hát körtét a hiperekben? Én nem tudom, de hogy nem gén kezelt, az biztos, mert hogy én ilyen kis körtét már régen láttam. Kicsi és egy kicsit nyomja, majd nagyon távol rá, hogy simán azt mondanád, hogy bio. Hát most csak azért nem megyek bele egy polgári peres eljárás, hogy melyik hiperből van, mert nincs meg a számla, hogy tudjam bizonyítani. De hogy kicsi, keserű és kemény. És ezt adják, miközben tele van az ország jóféle magyar körtével. Az hol van? A külföldön. Külföldön? Tehát ott megbírják fizetni. Hát ilyen, tényleg. Meg a piacon lehet. Most fogd meg ezt a körtét. Kopogtassál vele az asztalon. Ez nem egy dekor körte? Halló? A vízórát hoztam, illetve jöttem leolvasni. Ah, tényleg van. Miközben a zöldségeseknél azért megkapod, van, de hát szép. Tehát a legtöbb ember hiperbe jár, ez a hiperes körte. Na mindegy, na és mi lett az IQ-teszteddel, mennyi lett végül? Adjuk.
Én se, na, ha valaki ebben szolidáris veled, én se vagyok, mert... Menzás lettél? Hát, behívtak. Vágó Pista barát csörögött tegnap este, hogy gyere át, így áll meg egy fröccsöt velem? Nem hiszek ezekben. Nekem is, nekem az érzelmi IQ-m nagyon jó, de én gyerekeként két-három szöget nem tudok úgy egymásra rakni, hogy ez lefedje egymást, úgyhogy... De várj, az érzelmi IQ az mi? Hogy ilyen kérdések vannak benne, hogy sír a Titanicon, vagy nem sír. B, igen, az, jó, igen, B. Melyik volt az utolsó film, amin sírt, és akkor beírtam, hogy szabadítsátok ki Willit, és akkor mondtam, hogy ez nagyon szép. Mint, hogy az iszonyatosan jó az elkum. Nem, hát az az érzelmi intelligencia, hogy kezelsz, mennyire ismersz föl problémákat, mennyire vagy empatikus, hogy tudsz megoldani mások problémát, mennyire vagy befogadó. Tehát, hogy az nekem magas, de... És az IQ-teszt vicces, mert először arra gondolná, hogy ilyen exakt kérdéseket föltesz, hogy aranybulla írja be. De nem, hát az IQ nem, nem az, persze. Pont, hogy nem ez, ugye? Hanem az lexikális tudás, mert az IQ az tök más. És akkor, hogy ilyen jellegű feladatokat, amit a Balázs mondott, volt, hogy forgass össze két-három szöget, mi lesz belőle? 13, 16, 49, 84. Folytos mi a következő sor. Szám? 10 másodperc, mert mi nem tudtuk kitalálni. Érted? Hát honnan tudjuk, hogy összeadod a kettőt, kivonod. Nekem az IQ-m szerint már halottnak kéne lennem. Tehát én nem lehetnék életben már. Annyira rossz. Meg hát kérdés, hogy ezért ez mennyire igazi teszt? Menza teszt volt? Nem, ők nem kérnek érte pénzt, aztán oda is átmentem. Ott úgy lehet a menzába, úgy lehet tesztet írni, hogy írsz egy próbatesztet a neten, de az nem jogosít semmire, és ha az olyan, akkor behívnak egy tesztírásra. Behívnak? Hát illetve lehet jelentkezni már azzal a ponttal, hogy szeretnél a menzát. Mennyire frusztráló. Ha olyan, akkor behívunk. Igen. De mintha behívunk, olyan... se érezd magad még, akkor itt majd írsz egy másikat, érted? És akkor már nem hívnak. Ez mennyi menza? 140-150 valahogy azért? Nem tudom, hát szerintem már 5 kilóban megúszom. Attól függ, milyen menza. Ha használt olaj, akkor 300-ból már vagy, igen. De azt hiszem, hogy 150-es IQ. Oda keménybe kerülni, ott valami 1000 ember van Magyarországról mindösszesen. A menza klubban. És szerinted ők egyébként nem irigyek? Tehát, hogy értsd, hogy ha mondjuk találhatnak egyetlen pontocska levonást valahol, hogy ne legyenek többen, ja, értitek, hogy akkor azt azért, hogy figyelembe veszik? Tehát nincs olyan, hogy na, egy pont kéne csak ahhoz, hogy ő is közénk tartozzon. Csinálj. A szűk elithez. Igen. Nem adják meg. És nem adják meg, nem igen. Adják meg, nem. Ezt az Na, tessék. Nem tudom, mennyivel jobb egy menzásnak. Biztos, hol tudod ezt hasonlítani? Biztos a kombinációs készség? Na, például, igen. A különböző élethelyzetek, feladatok megoldása, vagy szituációk átlátlása? Vagy... Nyilván büszkében sétálsz a világban. Nem tudom, fogalmam nincs. Nem tudom. Sharon Stone állítólag ilyen nagy, 150-valahányos. Meg Michelle White. Ő is jó? Így van. Nem mondom. Miben? Tényleg? Igen, neki is nagyon magas. Na. Mit csinál a Michelle White? Szerintem egy vendéglátóipari egységben kiszolgál. Igen? A sajátjuk. A legutóbbi információim szerint. Nekem csak régről van nagyon sok információm róla. A régi, attól zég, mindent tudsz a régiről. Volt egy korszak az életének, amit egy kicsit jobban követtél, úgy gondolod? Igen. De nem csípem egyébként mindenféle tekintetben. Szimpi. Tudod, milyen alacsony? Tudod, milyen picike? Nem gondolnád egyébként ott a... Hát de gondol. Hát a sztori alapján. Így van, mert ott minden olyan magasnak tűnt. Tehát minden olyan nagynak tűnt körülötte. Igen, nagyon pici kis csaj, tehát egy ilyen 1,50-es, egy ilyen apró kis halkszavú teremtés. Na jó, hogy állunk játékkal? A 2-1 ide. Igen, megyünk? Játszottak meg. Te. És vesztettél, úgyhogy tudod milyen hogy megforgattad benne a bőlérkést. Én kezdtem, hétfőn nyertem, aztán kedden játszottál, te nyertél, szerdán az tegnap volt, megint te játszottál és veszítettél, tehát te vagy most egy-eggyel. Szerintem tegnap nyertem. Nem. Nem? Tegnap volt az, amikor bedurantottam, az igen? Aha. Ez nem jó. Akarsz róla beszélni, vagy javítani? Nem. Én kijátszottam magam erre a hétre. Nekem a heti két játék az abszolút jó. Azt mondja, hogy... Na. Na, még egy-két SMS, drágák a hallgatók, már így korra reggel írnak. Én láttam a neten, hogy telefonon keresztül kicserélték valakinek a gerincét, mert sokszor fájt a telefonálónak. Ugye ezek a telefonos lehúzások, most több témába mentünk bele, mindenre jöttek SMS-ek. Az, amikor telefonon keresztül gerincét cserélnek valakinek, nem? Ez nagyon kemény. Tudjuk, Balázs, voltál IQ-teszten és negatív. Amúgy menza klub tag vagyok, írja Levi. Egy menzás sose írna ilyet, jó? Igen.
egy magas IQ-jú sose csinálna ilyet egy másik alacsonyabb IQ-júval. Így van, nem éreztetni az intelligencia fölényét. Ma vagyok 30 éves, lehetek a naphallgatója. Na, ha ez lesz a mai legviccesebb SMS, ami hallgatóktól jön, akkor igen. De egyébként Isten éltessen téged sokáig. Bakony Szűcs, egy fok, közepes köd van, pápa irányában 1000 a vad, tücsöktől az elefántig. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük, ez egy fontos SMS volt. A nem lehet megunni, az Traubi szóda volt. Sokan hát megírták. Hogy nem ugrott ez? Traubi. Én minden mai napig nagyon szeretem. Van még ilyen, hogy Traubi? Persze, tényleg? Gyártják újra. Megy márka is van, az összes ilyet. Ezek jók. Igen, jó. Mégercsók. Van? Hát, az ilyen van, néven van. Nem lehet már forgalmazni. Tényleg, ilyen, az igen, az is tevegy. Téli fagyi, cigirágó, ezek mennek még? Ezek vannak. Legnagyobb megdöbbenésemre egyébként német négercsókot lehet kapni. Hát ez a világ se a régi, mert nem? De, hogy a németek csinálják? Így van. Tényleg? Aztán Kunta Küsszel, nem? Kunta Küsszel. De hogy miért nem a magyart? Vagy azt is lehet kapni? Mert mindig csak ezt a Deutsche Version-t látom. Aha. Ami ilyen apróbb egy kicsit, mint amilyen nekünk annak idején volt. Én azt nagyon szerettem régen. Kettőt megettem belőle, annyi tojás hab volt benne, hogy már kész voltam. Három hónappal ezelőtt akadt a kezembe málnás négercsók. És így kísértésbe estem. És így megnéztem, hogy mi van benne, és nem, hogy visszatettem a polcra, kiesett a kezemből. Azt ne tudd meg. Hogy mi volt abban a málnás négercsókban, miből volt a hab, meg miből volt a színezék, meg a csokolád, Jézus Isten. Nem. Pedig ha valamikor beszélhetnél róla, az a mai nap. Egyébként igen, tényleg ma Gábor 9-re jön. Itt a rovatunk átcsúszik. Miért? Később jön. Később jön egy órával. Túlzabálta magát karácsonykor. Hát ma van a izé. A sok bájgli. Nem, mert teljesítettem a kívánságotokat, és az ígéretemet, és hoztam nektek talpmasszört. Ne csinálj, hát de jó. Most a lábat. Hogy áll a lábat? Két dolog most. Mert akkor te vagy. Ugye két napja beszéltünk arról, hogy jó ez az akupunktúra, meg akupresszúra, meg mit csinálnak a lábon. Olyat prostata masszázs kaptok lábon keresztül, hogy a szemetek könyvbe lábad majd. De jó. Én nem akarom, hogy fájjon, én azt szeretném, hogy jó legyen. Tud elnyújtott orgazmus pontot is masszírozni, úgyhogy... És akkor sokáig jó? Fél óráig fogsz. Jó, hölgy vagy úr? Úri ember. Akkor nekem ne csináljon elnyújtott orgazmust. A hölgy. Hölgy. Akkor csinálj. Akit akarsz, az van. De bárkivel megpasztíroztatjuk a lábadat. Akit akartok, ő jön majd 8-kor. Na jó van, oké, lehet jelentkezni játékra, ha valaki nagyon bátor, nagyon elszállt, nyugodtan verjen meg minket, jó? Mi pedig nem jövünk a hírek után, vagy jövünk? Nem. Ja, de igen, itt van. Nem jön, okay. Jó van, jövünk a hírek után. A Klassz FM bemutatja Morning Show. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. 7 perc múlva pontosan, 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt! Elküldték nekünk a gerinc műtétet a telefonon, vagy a SMS-ben, meg kell nézni. Élő gerinc műtét a Budapest TV-n. Hát ez nem semmi. Tamu, ezt most megnéztem. Tihanyi Tamás csinál élő gerinc műtétet. Egyébként igen. Hát gyerekek, 2014-et írunk. Indulnak a turistautak a világűrbe, 3D nyomtató, érted? A dolgok vannak már hihetetlen. Élő gerinc műtét. Élő gerinc műtét, hát ez van. Betelefonált egy nő a Budapest TV-be, hogy fáj a háta. És mondta neki, a Tihanyi, hogy gerincénél van valami. Aha. És megműtötte ott élőben a gerincét. Tartsa oda a telefont. Igen, mondta, hogy az volt az első kérdés, hogy csakra tisztít, csakra koron, csakra tisztít. Igen, jó. Valamelyik szerve hiányzik? Ó, azt látom, hiányzik. Nem, megvan mindenem. Jó, minden menjünk tovább. Majd igen. Így indul. Szerencsés ember. Igen. Valamelyik szerve hiányzik, jól látom? Nem, megvan minden. Jó. Na, és utána csinál neki egy asztalt, tehát így szétteszi a kezét, így most csinál egy asztalt, hopp, egy sámános oldással azt mondja, megcsinálja az asztalt, megfogja a két kezét a levegőbe, és elkezdi ellentétes irányba mozgatni, mint amikor a gázkart húzod a motoron. Az egyiket erre, a másikat arra. És mondja, most csavarom a gerincét. Megműtöm. Szétnyitom, berak, kivez, összerak. Csettint egyet, is kész van. És megműtötte a gerincét. De is jobban érzi magát a betelefonáló? Nem volt energiám meghallgatni, úgy felhúztam magam. Megcsinálja élőben a gerincműtétet. Elhiszed?
Te durva. És a csettintésre átugrott egy majom, egy karikám vagy volt. De, folyamatosan csettint, az ami ilyen hatásvadászelem. De jó, egyébként tényleg hatásos. Sámán csettintés. Tehát ez egy ilyen... A kézmozdulataiból egyébként lejön egy műtét. Tehát, hogy azt látod, hogy tényleg igen. Valami olyasmi, tehát nem tésztát gyúr, vagy ilyesmi. Nem, hát nem műtét, ebből egy gerinctörés jön le. Tehát ha valakit így megfogsz, és ellentétes irányba így megcsavarsz, annak vége van. Tehát az vége van. Vagy de ő megcsinálja a műtétet. A salak. Igen. Salak motoroz. Hogyha motorozol. De megcsinálta a műtétet. Elképesztő. Hogy emberek miket hisznek el, tényleg. De perc és kész vagy. De lehet, hogy a néni annyira elhitte, hogy meg is gyógyult. És simán lehet, hát ennek lehet ilyen hatása, persze, hát az emberi agy az csodákra képes. Persze. De az egyébként tetszett, hogy ilyen nagy vonalon átugrott azon, hogy a néni nem hiányzik semmilyen szerve. Igen, van valami ilyen radiesztéziás eszköz a kezében, kérlek, igen, valamik szerve hiányzik, ugye nem? Jó. És nem köt rá vissza, hogy jaj, akkor benéz, semmit nem mondod, megy tovább. Hát csak megkérdeztem. Látom, hogy látszik, hogy hiányzik valami a szemben. Nem. Akkor ezt addig elvitettem, még hála Istennek, még van rá. Mit csinálhatott ő előtte? Tehát ebben mindig az az érdekes, hogy nyilván nem azt gondolom, hogy van egy komoly orvosi vagy természetgyógyászi, vagy bármilyen képzettsége, nem erre gondolok. Hogy ő mi volt? Pantomim. Pantomim? A mozdulatai alapján, nem? Mert hogy egy kókler az oké, de hogy egyébként mi lehet? Lehet, hogy gerinc professzor volt valamelyik klinikán, megunta és rájött, hogy így gyorsan. Igen, sokszor lát az ember ilyen típusú műsorban komoly gerinc professzorokat. Kénytelen volt ebbe az irányba fejlődni, megfelelő eszközök hiányában. Igen, egy hihetetlenül híres szaklapokban publikált, nagyon elismert gerinc specialista. Igen, és rájött, hogy mi a francnak szenvedjen ott bent, telefon, két csavarás és kész vagy. És gyógyulnak a betegek. Mondjuk a csettintések, mert még kontrázott is volna, vagy játszott volna például. Igen, akkor lehet, hogy egy cigányzenekarban játszott korábban. Atya Isten. Na jó, van, megnézzük akkor, hogy ki a csütörtöki játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello! Ha. Nem volt? Ja. Mi van? Röhögjetek már! Ne csináljátok már! De most nem van, mi? Két éve egyszer elfelejtjük. De miért ne felejtsetek el? Szignál annyira sok hatást. Az egyébként ugye? Tényleg erről van szó. Én folyamatosan ezen gondolkodom, hogy mi lehetett a cél, de most már tudom az, hogy demoralizáljuk a kedves hallgatót. Annyira félelmetes, én most harmadszorra hallottam, vagy negyedszerre, ugye? Igen. Ezt is még mindig a hatás alatt vagyok. Igen, Noémi, itt vagy? Igen, itt vagyok. Hello, Noémi, honnan hívtál minket? Budapestről. Már munkában vagy otthon? Még itthon. Mit csinálsz? Hát készülünk az iskolába a kisfiammal, meg majd utána orvoshoz, és utána majd dolgozni. Na, mekkora gyermek? 10 éves. Egyedül? Egyedüli? Igen. Fiú? Fiú. Figyelj, ha esetleg a gerinceddel van valami probléma, akkor nem menjél sehova, adunk telefonszámot. Nem, megcsináljuk mi. Igen, vagy megbűtünk, vagy a Tihanyinak átdobunk. Ő gyógyít még valahol egyébként? Nem tudjátok a Tihanyi? Remélem, már bajtam. Köszönöm szépen, neked már Danka doktor megműtötte a gerincemet, úgyhogy még hát nem kell. Sér volt, vagy mi volt? Igen. Hát akkor te azért tudod, mi a jó. Ért hozzá. Igen, te jó kezekben voltál. Kivel szeretné játszani, Noémi? Janival. Köszönöm szépen. Ez a beszéd. Mit köszönsz? Hát a lehetőség, az év első. Az év első játéka. Hát ilyen udvarias. Na jó, van, mi indítsuk el az órát. Jó, 3-2-1, tessék. Jani. Szia. Mondtad, hogy honnan telefonálsz? Még egyszer? Mondtad, hogy honnan telefonálsz? Pestről, igen. Pestről, jó volt, Jani. Szép volt, Jani. Bizony. Ott volt egy Pestről, igen. Hát igen. Igen. Ez gyors volt. Ez nagyon gyors volt. Ez nagyon gyors volt, Noémi. Melyik kerület? Második. Na, ennyi legalább kiderül. Most már mit kell ez a műérdeklődés? Igen, mit jó papizol még? Most vállalt föl, hogy nyertél, örülj neki, nem kell bariznod, mert nyertél. Hát azt lehet mondani, hogy igen, nyertem. Jaj, de olyan mocskok vagytok. Nem is voltunk azok egyébként. Nem is voltunk azok. Nem volt rá időnk. Nem. Érted, ugye? Hát ti rutinban vagytok minden reggel. Gyakorolj te is. Ez szoktam. Igaz. Szoktam a kisfiammal. De mégis sokszor legyőzhetőek vagyunk. Lásd például a tegnapi nap, amikor úgy bemondtam az igent 20 másodperc után, mint a húzat. Tehát, hogy lassan 2 éve játszunk, de hát ez semmi. Noémi, figyelj, hát játszottunk, gondolj erre, jó? Na, hát így van. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszi, jó utat nektek. Szép napot nektek is. Sziasztok. Hello, ciao. Hol az első hét?
Hol az első Kinél hét? Van az első hét? Kinél van? Nálunk van az első hét. De vajon mit mond erre Norbi? Vágli. Így van, neki, te is örülsz neki? Örülsz Norbi? Vágli. Semmi más nem tudsz hozzáfűzni? Vágli. Nem tudsz hozzáfűzni semmi más, még mindig. Te most már azt a nyúszínak kellene jönni, hogy valami másnak, valami idén jellegűnek. Norbinál csak a... Vágli. Ennyi, ő nem változtat. Egy perc van, pontosan 7 óra jöhetnek a friss közlekedési hírek, jó SMS számunkat mindenki tudja, mi pedig jövünk a hírek után. Here we go. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt. A Klassz FM-en. 7 óra múlt pontosan 11 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Sopronból Bécsújhely felé atomköd van és sötét van. A vonat pontos, mint mindig Laci küldte ezt nekünk. 76-os útmenet 90 kilométeres targoncával kettét törtem egy kukát. Nincs dugó. Írja nekünk valaki, aki nem írta rám. Mi van a Budakeszin Budakeszin a főúton? Percek óta meg sem mozdul a sor, kérdezi Gábor. Nem látok semmi ide vonatkozó SMS, de ha elküldi valaki, akkor megírjuk. Nem tudom. De ezt többen megkérdezték már, hogy mi a helyzet, miért nem lehet kijutni Budakesziről. Azt mondja, hogy tegnap a Kossuthon Balázs felmerült a neved miniszterelnök jelöltként. Na, ekkora nem lett a baj. Ezt többen megírták. Volt valami műsor tegnap este a Kossuthon állítólag. Ez délután van, és ott este ismétlik ez az Ütköző című műsor. Nagy komoly emberek érkeznek, és komoly témákról vitatkoznak, például a miniszterelnök személyéről. Ja, nagyon komoly lehetett, ha az én nevem felmerült. De többen megírták, tehát ebben lehet valami, hogy a Kossuthon tegnap felmerült a nevem, mint miniszterelnök jelölt. Ja, akkor ezért nem vállaltad a VV6-ot, sokkal komolyabb terveid vannak. Azt gondoltátok, hogy itt most érted csak úgy, eldobok egy ilyen lehetőséget, hogy VV-t csináljak. Hát ez sokkal nagyra törőbb, sokkal nagyra vágyóbb terveim vannak. Függetlenként indulnál, vagy hogy? Kik tömörülnek mögéd? Hát most, ahogy látom, a bal oldal még bajban van, bár most már kezdenek megegyezni, de oda még be tudok csúszni. Azt nem tudom, azt így értem. Jobbra viszonylag meg... nehéz lenne, igen. Szerintem ott megvan. Igen, igen. Írjátok már meg, hogy hol, milyen körülmények között. Igen, hogy nevettek-e közben, akik ezt mondták, hogy ez így vicces volt, vagy komolyan gondolták, legalább ennyit. De csak komolyan. Illetve kikkel vagyok versenyben. Mondjuk a szóba jövetők között már nagyon lent vagy, mert ugye Sebestyén azért mégiscsak az ABC-nek a vége felé tartanak akkor. Ja, hogy már végigvették az egészet? Hát, igen. Te értesítettek téged erről, vagy te jelezted nekik? Mit? Hogy menne? Hogyha gondolják. Vállalom. Vágyaimat ezen irányba, hogy szívesen elvállalnám? Nézd, Gordon, ha most tényleg mégis úgy gondolod, hogy neked ez a dolog, ez nem smakkol, akkor hát figyelj, tudod a számot. Most Gordon visszalépett, úgyhogy igazából egyre kevesebb. Van, nem? Már ott egy ajtó, amiben tudok menni, igen. Ne, nincsenek ilyen terveim. Budapesten a Rákóczi út, az Erzsébet híd felé jól járható, erősödik a forgalom, 6 fok van, nyírkos az idő. Anyám szerint légy kedves gyermekeiddel, mert majd ők választják ki neked a szociális otthon. Csumi Erik. Hát igen. Ez az év első. Aranyköp és Erik anyukájától. Igen, Erik bejelentkezett. Elfáradt a mama szilveszterkor. Jaj, gyerekek. Akartam valamit mondani ezzel a 200-zal száguldozás az M7-esen. Ezt láttátok ezt a videót? Igen. 220-szal. Utána olvastam, egy kicsit felháborodtam, hogy nem indít a rendőrség eljárás, miközben nem, vagy tévéműsorban nem vagy bekötve. És akkor meg azonnal feljelentenek, miközben az az autó egyébként tréleren van. De a rendőrség azt mondta, hogy ez egy régebbi felvétel. Ezt már 2009-ben vagy 2010-ben egyébként feltöltötték. Aha. És hogy ezek már nagy részt elévültek. 2009-es, akkor az 4 éve volt. Na, én ezt értem, de ha 2009 és elévült, akkor 2009-ben a feltöltésnél se indítottak hivatalból eljárást, nem? Akkor még nem vették észre. Akkor még nem volt net a rendőrség. Hiszen akkor most a rendőrség nem azt mondaná, hogy elévült, hanem azt, hogy 2009-ben egyébként mi már eljárást indítottunk, és megtaláltuk a tetteseket. Ugye valaki nem tudná, arról van szó, hogy egy videón az látszik, hogy két tinédzser 220 km/h-val megy az autójával, végig mennek, leállósában mennek, és szlalomoznak az M7-esen, hát több mint 200 km/h-val. És hát a felvétel ijesztő,
ugye lemennek a leállósávba, visszamennek, szlalomoznak végig. Miközben egymást is videózzák. És ugye van olyan rész is, amikor a kivezet az valami kesztyűt húz fel a kezére, és közben a kolléga átnyúl az anyós ülésről, és bal kézzel, egy kézzel vezeti az autót. Azért 220-nál nem vicces, szerintem. Igen. Azt nyilatkozta a rendőrség, hogy a felvételt első alkalommal 2010. július 28-án, azaz több mint 3 év, 5 hónapja töltötték fel a világhálóra. A rendőrség azonosította a felvételen szereplőket, akiket eljárása során a gépjármű tulajdonosával és vezetőjével együtt kihallgatott. Aha. Tehát kihallgatták. A felvétellel kapcsolatban szóba jöhető szabálysértések, bűncselekmények részben elévültek. Részben nem valósultak meg. A felvétel ismételt feltöltése kapcsán rendőrségnek további feladata nincs. Hát az ismételt feltöltésnél nincs, persze. Nagyon durva. Csak mondom egyébként, hogy 2009-ben Gordonék voltak. nem mindegy, igen. 240-nel megy az autó, 7 perces a videó. Láttátok ezt a videót? Csak annyit, amit a tévében mutattak belőle, az egészet nem. Nagyon durva. Most ebből mi derül ki, hogy őket akkor megbüntették, vagy elkapták? Nem, csak hogy amit érdekes volt, amit felolvastam, mert azt mondta, hogy nem valósult meg bűncselekmény. A 220 az nem az? Csak hogy én nem értek hozzá. De ha én mondjuk 150-nel megyek az autópályán, akkor az bűncselekmény, engem megbüntetnek. A 220 az már nem. Tehát ha sokkal többel mész, akkor az nem. Ráadásul itt ebben számít. Van plusz veszélyeztetés is. Tehát itt nem egyszerűen egy sebesség túllépésről van szó. Hát igen, nekem ez a bajom ezzel, hogy ha te nem vagy bekötve, maximum magadat veszélyezteted, leginkább. Így van. Nem? Aha. Mert hogyha valami történik, akkor kirep, lefejled a szélvédőt. Akkor lefejled a szélvédőt, igen. De azt a lalomozgatás az már nem csak rólad szól. Igen. Na mindegy, jó, lehet, hogy aztán tényleg elkapták őket, vagy kihallgatták őket, nem tudom, csak ezen gondolkoztam. Na, ördögűző tréninget indít a Vatikán, hallottatok erről? Ki neve? Gondolom, nem? Viccelsz, hát érted? Black Metal miatt oda kell figyelnem minden ilyen. Kineveztek 7 új ördögűzőt, Szardíniából 3 papot küldtek Rómába, egy ördögűző tréningre, hogy gyógyítani tudják sátánista vagy fekete mágiát alkalmazó híveiket. És a spanyol katolikusok 8 pappal neveztek be a képzésre, mert egy tanulmány szerint az országban korábban sosem látott szintre emelkedett az ördögök által megszállt hívők létszáma. És ezért ördögűző tanfolyamot indít a Vatikán. Gondoltam, hogy a spanyolok fognak erre ráfűzni a legjobban. Nekik ugye a történelmi a hagyományaikból kifolyólag elég sok ilyen ügyük volt. Azért az inkvizíció tombolt ott egy hosszabb időn keresztül, úgyhogy gondoltam, hogy ők lesznek az elsők, akik. De mi a baj Szardínia szigetén, ahová 3 ördögűző is kell? Nem tudom, mi történik most Szardínián? Mi a baj? Hogy néz ki egy ilyen megszállt ember? Az milyen? Mert ugye a filmekben egy csomószor lát az ember ilyet, de valójában mi történik ezekkel az emberekkel? Epilepsziás rohamhoz hasonlít. Igen? A szakkönyvek szerint az ördögnek a benned lévő jelenléte, habzik a szád, és rángatózol. És latin szavakat mondasz. Igen. Vagy holt nyelveken beszélsz, illetve hogyha mondasz valamit, és azt visszafelé játsszák le, akkor abból kiderül valami értelmesebb dolog is. Például. Emlékszem rá. Ez mi volt? Nincs meg. Ákosnak az egyik számával csinálták meg ezt a viccet, hogy visszafelé lejátszod, akkor az egy ilyen sátánista szöveg lesz belőle, és fölhívott valakit az emberünk, hogy nézzék meg, mert Ákos sátánista. Nagyon jó volt. És ki jött valami visszafelé a szöveg? Nem, hát ugye volt egy ilyen értelmetlen szöveg, és akkor visszafelé lejátszottak, és az Ákos szövege volt. Hogy, hát az utolsó ilyen nagy hordai ördögűzés, amire én emlékszem, az ugye a Ferikének az ördögűzése volt, amiről az egyik magazinműsor az egyik esemény csatornán is beszámolt, és hát ott, amikor felgöngyölítettek az ügyet, ott kiderült, hogy valójában az egész csak arról szólt, hogy nem kapta meg azt a kis kerékpárt, amit ő szeretett volna, de ő is bedobált gyakorlatilag mindet, és akkor nagyon hitelesnek tűnt. Tehát, hogy és az mi volt? Egy család elment egy ördögűzés, és a gyerekből kiűzték, de kamu volt, vagy igazi volt? Én erre nem emlékszem, nőnye meg keresem. Kamu volt. Kamu volt természetesen, de nagyon hiteles volt eleinte. És elment valaki ezt leforgatni? Mert és leforgatták, igen. És nagyon jól néz ki egyébként az egész szituáció. A szoba belsőt úgy kell elképzelni, hogy szentkép a falon, a moldalti kis konvektor, stb. Ferike egy ilyen svéd típusú elemese fotelben ücsörög, irgalmatlanul szenved, közben a családtagok lefogják, és próbálják meg megakadályozni, hogy a sátán átvegye az uralmat a teste felett. Hát aztán később kiderült, mondom, hogy csak nem kapta meg a BMX-et. De a komplett stábot bepaliszták ezzel? Tehát aki elment oda leforgatni, gondolom nyilván a napló volt, azokat bepaliszták? Igen, és aztán később kiderült, hogy
vagy mi is a valóság. Tehát, hogy kamu. Igen. És ki ment ki forgatni? Még a svábi, vagy a trükkorok valaki? Hát, ahogy hívják, a svábi is féle vonalról, mint valaki. De milyen jó ötlet ez, hogy egy család komplet hülyére vesz egy tévéstábot, hogy az, a gyereket megszállta az ördög. Na most ott a család, erről nem tudod. Ja, a család ezt elhitte. Csak a gyerek csinálta. Persze, tehát Ferike volt a Ferike. De egyébként nem is biztos, hogy BMX lett, hogy valami Monty volt. De csak így, hogy hívják, a tényszerűség kedvéért mondom. De akkor Ferike ott mindenkit megvezetett, a családtagokat is. És milyen külső jegyei voltak az ördögnek Ferikében? Hát, nézd. És semmi igazán visszataszított, nem látok a gyerekben, te. Várj, ez még nem az, várj, megtaláltam, figyelj. Te az újságíró legfontosabb feladata, hogy kételkedjen legalábbis szerintem. A napló teljes tábja egymás után rengetegszer megnézte azt a jelenetet, amit mindjárt önök is látnak, ahogy Ferike vonaglik, hörög, köpköd, össze-vissza beszél, körülete pedig mindenki úgy cselekszik, mint egy középkori vérfagyasztó ördögűző szeánszon. Tudtuk, hogy mindez színjáték, csak azt nem tudtuk megfogni, hogy hol a baki. Ekkor jött az ötlet, hogy Vég József barátunkat, a sokat látott pszichológus felkérjük, hogy csináljon úgy, mintha ő lenne a riporter. Jön az ördögűzés és a leleplezés, előre szólok, Ferike vérfagyasztott dolgokat produkál. Ha gondolják, küldjék ki egy kicsit a gyereket a szobából, de aki bírja nézni, figyeljen arra, hogy Ferike mennyire jó színész valójában. Na várj, tehát akkor itt kiment a stáb, ugye kivitték a Végferit, ugye? Aha. Ő, mint ugye szakértő. És a család se tudta, hogy a gyerek is kamuzik. Nem tudták. A család se tudta. Nem. Tehát egyedül a 8 éves Ferike vezetett meg mindenkit. És akkor a napló honnan tudta, hogy kamu? Hát mondom, gyanús volt. Kételkedtek, hogy valami nem stimmel. Na nézzük, mi történt. Fogadj el ezt, kisfiam! Engedd el meg attól! Engedd el, hogy menjek ki? Engedd el! Engedd el! Atyaisten, a gyerek vonaglik. Nagyon komolyan. Én nem láttam ezt az anyagot, hallottam róla, ismertem, de nem láttam. A gyerek ül egy ilyen karosszékben, fölötte papa, mama, ahogy halljuk, ugye, ők próbálják lefogni, a gyerek csukott szemmel vonaglik. Mondd, hogy menjen! Engedd szabadon! Ferike, engedd el! Ő vagyok a megtestes, ő gonosz! Nem vagy gonosz! Nem hangyal vagy! Van ott valaki egy keresztel is. Van ott valaki egy keresztel is. Atyaisten! Alá! Angyal vagy te! Angyal a testemet elvihet, hiszen te olyan elkevettél! Nem tudja, hogy minden fogálom rá! Engedj! Most olyan tőle! Távozzál tőle! Ne foglaltam semmi! Te foglaltam! Majd a fiatokat megölöm! Azért én bemenném. Gyerekek, ez nagyon kemény. A gyerek nagyon jól nyomja. Fölakadt a szeme. Fölakadt a szemed. Mondjuk, ahogy a családtagok megszólalt, az nekem kusturica. Micsoda? Az rögtön kusturicába válik, ahogy a családtagok megszólalt. Ágadál! Ágadál azonnal! Angyal vagy te, nem ördög! Sanyika! Sanyika! Jó, várj egy. Nyugodt falucska a Balaton közelében. Jó, hát egy naplós félek. Még ebben a házban élnek gyerekeikkel. Ferivel... Még hörögnek, még lesz még? Hívni kellett a helyi plébános. Méter a háztól 500 métert ugyanúgy folytatódott az eszeménysor. Innen kiköltöztünk ebben a szobából, átmentünk a kiskonyhába. Ugyan így történt, ott is a égés, a dobálás, ablaktörések, a halálfélelem, egy halálfélelem fog el itt ebben a helységben, ebben a házban. A gyerekektől kezdve, én rajtam kezdve mindenki, mindegyőkön az uralkodik. Ferike 12 éves, egy hónapja már magántanuló. De Ferike honnan tudta, hogy ezt így kell nyomni? Hát. Tehát honnan tudta, hogy ezt ennyire jól kell csinálni, hogy látta ezt? Valószínűleg látta az ördögűzőt, vagy ezt honnan igen, tudta? Tehát így ennyi volt, és akkor mint később kiderül a riportból, belerakott egy-két olyan szót, amit nemrégben elsajátított. Igen, ebből többen írják is az exercise book. Hogy? Igen, exercise book. Vulkánokat látok. Jön léni. Kitör? Nem tör? Milyen? Folyik? Forranak. Itt most... Itt mit csinálnak? Engedj be fényt a testedbe, kicsim. Engedj be fényt. Ne engedj, hogy uraljon. Megpróbálják kiűzni bele. Ne engedj, hogy átegy az irányítást. Most jön felém az a szarvas ember. A szarvas ember? A szarvas ember. Hányszor látod ezt az anyagot? Hát annak idején itt, hogy kétszer. De hát ez már marha régen volt. És mikor kiabál egy exercise book? Az mikor van? Mert most itt találtam egy részt, hogy megint lefogja. Gyertek már! Jézusom, mi az apjával a szobában? Kiterjél, hogy jön belőle! Vigyázzatok a gyerekre, nagyon vigyázzatok a gyerekre! Vigyázzatok! Uram a fecsergót! Ova jött a rám! Hányzatok!
mit kiabál? Figyelj, én nem láttam ezt, én nem ismertem, óriási. Csak hallottam, mert ez óriási. Ez óriási. És utána Ferikét leleplezik. Vannak már videók, amikor Ferike... Ferikével mi lett azóta? Színész lett? Vagy ő mit csinált azóta? Hát ez a fia, 12 és 17 éves. Hát ez egy 5 éves sztori, tehát akkor... Atyaisten! Támogass! A lelkemet! A testemet elvihetitek a lelkemet! Se a lelkemet elvihetik, nem vitáltatok! Üdvön belőle a démon! Figyelj, és a gyerek közben úgy feszíti a testét, hogy ketten nem tudják lefogni. Hát, bocsáss meg, de azért mégiscsak így mondtam, báj volt a tét. Milyen a saját gyerekedet kell lefognod, mert azt hiszed, hogy megszállt az ördög. És hogy derül ki a mondtam meg? A gyerek a végén elmondja, hogy... Igen, tehát hogy amikor lelepezik, már nincs meg tisztán, hogy de ez aztán a végén kiderült, hogy az egész sztori csak erre volt kifuttatva. De azt mondja belőle az ördög, hogy az ördög kiszól Ferikéből, hogy én mondtam, báj, kér, elhagyom. Sziszváltor. De hol mondja a Dexasizmuk? Hol mondja? Démon, hagyd el ezt a testet! Hagyd el a megoldás! Hát igen, a megoldás. Hihetetlen, de apuka, mintha tudná, mire van szüksége Ferinek ahhoz, hogy az ördögi Ferencből angyali Ferikévé váljon. Engedjétek el! Hogy maradt ki. Ez hogy maradt ki? Megvan az exercise book, megvan minden, tehát ismerem ezeket a jelzőket, hogy nem tudom, de maga a videó az abszolút kimaradt. Mit látom, hogy rendben vagy, már minden oké. Többiek is elengedtek. Itt a dém. Hol a dém? Itt a démon, de már kijön. Hát én hol? Most ki akar jönni, nagyon érzem. Hol éltem eddig, hogy én ezt nem láttam, ezt a videót? Hát ide mind. Szerencsére nem haltam meg, hát ezt látni kell. Hát. Na, most már nincs itt a démon. Kijött a démon. Ez az Úrvég József kriminálpszichológus. 16 és fél évig dolgozott börtönben elítéltekkel. Jó, hát itt már végül. Ja. Nem tudom, hol van az exercise book, ha valaki ismeri ezt a videót. 3-16-nál. 3-16-nál, mert valaki elküldte ezt így, hogy 3-16. Nem, már megkerestem. Ja. Na figyelj. Tudatán áll a gyerek. Törzúz, levegőbe emelkedik, gyújtogat. Méghozzá úgy, hogy néhány perccel később már nem emlékszik semmire. Szoktam is érezni, szoktam nyomni a mellkasomat. És rosszul szoktam lenni el, de nem szoktam emlékezni. Arra szoktam felkelni, hogy apu vagy anyu lefog, de olyan erővel, hogy apu így fogja. Aztán röpköd minden a házba, kávés, csészel, kések, cserepek. Jó, és van egy Ferike leleplezése videó, igen? És abban konkrétan benne van, mert bedobja egyébként még Pülzsen nevét is. Gyerek szenzációs. És megkapta végül a Montit, arról van valami hír, hogy meg... Na, hát ennyire nem követtem. Pülzsen! Igen, egy pisszoár, de ezt a rejtvényt is mindjárt megfejtjük. Művelt egy démon nem viták. Atyaisten. Művelt egy démon nem viták. Ja, és hát már a naposok. Művelt egy démon nem vitás. Igen. És mi megfejtik, hogy miért mondja az exercise bookot? Vagy persze összerakják gyakorlatilag az egészet. Ugye az alapfokú, hát mondjuk egy kis túlzás alapfok, angol nyelvtudás, stb. Meg a térképekből, amit kinézegetett, stb. Én nem szeretném így látni a saját gyerekemet feszülni egy karfán. Igen, nem? Főleg egy mountain bike-ért. Nem? Vagy azért azt mondja el nyugodtan. Egy nagy játékfilmbe azért megnézném. Jó, persze. Mi van Ferikével azóta? Írja már meg valaki. Jó? Sokan azt írják, hogy Ferike börtönben van. Jaj. Ez jött SMS? Vagy igen? Igen, többen megírták, hát látom, akkor... és mondta, hogy Ferike nem lett színész akkor, hogy érzem ezt. Hát akkor valószínűleg nem kapta meg a Montit, és ezért szerzett magának egyet. Vagy megkapta Montit, és igen. És azzal szerzett valami más. És azzal próbált valami más szerezni, igen.
Igen. Azt írva, hogy amikor megkaptam mountain bike-ot, akkor eltávozott Ferike szellem. Hát fény, mert valami ilyen, nem? Igen. Az exercise-uk, ez nagyon sokaknak megvan, mert rengetegen megírták. Na jó van, hát kit érdekel, hogy ezek után mi van a Vatikánban, ha nekünk ilyen Ferikék van, nem? Hát most, hogy ott próbálnak ilyen ördögűző tanfolyamot csinálni, azért egyszer egyébként elmennék egy ilyen, amikor mondjuk egy komoly, felszentelt pap egy ilyet megcsinál úgy, egy olyan emberrel, akiben mondjuk valószínűleg tényleg benne van valamiféle idegen entitás, és mondjuk azt ott elkezdik kiűzni, nem? És nem színész, tudod, és mondjuk részt venni egy ilyen szeanszon. Kereszt kell, szentelt. Ehhez abszolút nem értek, nem tudom, hogy ez. Ez egy nagyon komoly procedúra, és tényleg, ahogy én hallottam, itt külön vatikáni engedély kell, nem is végezheti egyébként bármilyen pap, tehát erre vannak kiképezve papok. Tehát. De behisztek? Tehát valójában, akkor, mert ugye azért ti vagytok itt a nagy szkeptikusok, hogy akkor ez lehet? Tehát, hát, hogy egy idegen entitás valaki beleszáll és ha a sátánban hiszünk, akkor hiszünk a Vatikánban is. Mivel a sátánban? A sátánban, hogyha hiszünk. De nem, csak kérdezem, hogy akkor erre mi a magyarázat? Nektek, akik úgy általában azért inkább a másik oldalon. Hogy nem kapott mountain bike-ot, hát Ferike, mi lenne a magyarázat? Ferike. De mondjuk, ha már a Vatikán is felszentelt papokat küld el ördögűzni, hát azért valamit ők tudhatnak, nem? Hát, megmondom őszintén, én hajlok rá, hogy higgyek benne. Tényleg? Igen, mert hogy vannak olyan filmek, amik milyen megtörtént esetek alapján, és olyan esetek alapján, amiknek meglehetősen tragikus végkifejlete lett, és így én hajlamos vagyok elhinni. Tehát elhiszed. Igen. Mm-hmm. Van ez a film, ez az ördögűzés Emily Rose üdvéért. Ez is például egy ilyen megtörtént esetet dolgoz fel, és így hát elég megtöbbentő. Cím alapján nem biztos, hogy egyedül néznéd meg péntek este. Ördögűzés Emily Rose kedvéért. Nem egy horrorfilm, tehát hogy pont az a lényeg az egésznek, hogy egy hiteles sztoriról van szó. De mi a hiteles benne, ahogy kiűzték annak idején Emily Rose-ból az ördögöt? Hát a kiűzés, illetve maga az eset is, ami megtörtént. Igen, Emily Rose lehet, hogy szegény epilepsziás volt, nem? Csak nem ismerték fel, azt közben meg ott ment a... Ment az ördögűzés, igen. Valaki megírta, nem ide vonatkozó, nyilatkozott Ferika 6 éves öccse később, aki elmondta, hogy Ferika megkapta a kétsebességes bicajt, és akkor elment a szellem. Hát ez... Tehát, hogy ez még azért folytatódott tovább ez a történet. De valaki azt is írja, hogy kiderült később, hogy az egész család színészkedett, de én azt nem hiszem. Hogy az egész kamu volt, ott a papa, meg a mama, meg az a nő, ott a keresztel a kezébe, az nem tűnik kamuna. Hát akkor viszont őket foglalkoztassák. Mert mindenki irgalmatlan jól hozta a karakterét. Igen. Na jó, van 7:30, pontosan 2 perccel. Óven bácsira és Berlinre lehet jelentkezni SMS-ben. Mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan. 3 perc, szóval hello mindenkinek, jó reggelt. Itt vagyunk, és mondok egy-két közlekedést. Exercise book, igen, az a még belenéztem. Három autó az árokban, hatalmas baleset van, csak lassan, Rába patynál, ezt Gábor küldte nekünk. Köszönjük szépen. És ez is most jött, hogy az M5-ösön a 40-es és a 70-es kilométer között Szeged felé hatalmas köd van. Mindenki menjen nagyon lassan, tényleg nem látni semmit. Ezt Anikó küldte nekünk, igen. Hát ez most valószínűleg sok helyen van. HYL298-as rendszám hever az 1-es villamos Honvéd kórház megállójánál a sim mellett a patkán. Azt valószínűleg valaki elhagyta, úgyhogy ha valaki magára ismert, akkor az még ott van. Ez pár perccel ezelőtt jött. Sopronból Bécsújhely felé atomköd van, sötét van, a vonat pontos, mint mindig, ezt Laci küldte nekünk, és a Rákóczi út Erzsébet híd felé jól járható. Többen írják egyébként, hogy akik ismerik, vagy hallottak Ferikéről a környezetében laktak, hogy később újra megszállta a sátán, és aztán benne is maradt. De én például belegondolok, hogy mit meg nem tettem volna annak idén egy mountain bike-ért, vagy egy favoritért. Például takarékdélyeket így gyűjtöttem. Hasonlok, de hogy ez az ördög megszálljon, hogy ezt eljátszam, és így játszam el, ahogy ez a kisrác eljátszotta, hát ez is kell egyfajta. Nekem a mountain bike még már nem, mert hogy akkor én már nagyobb voltam, és ez nem volt, hanem a BMX, hát az én korszakomat a BMX határozta meg, akkor még mountain bike-ok nem voltak, de én is mindent megtettem, olyan ráadásul ugye Nicole Kidman-nel a BMX banditák, ugye az ausztrál film. Ez a klasszik magyar tök morzsolós. Igen. Amire ugye a menőbek már föl tudtak tenni ilyen két ilyen csövet, amire rá tudtál állni, és azon tudtál gyakorlatozni. Igen, Gengelynél volt. Igen, de volt a gagyi BMX, ami tizenakárhány ezer volt, világos kék gumia volt, és az egésznek ilyen nagyon-nagyon csicsás volt a színezése. És ilyen és a teljesen lehetetlenek. Az altesvédelmére tökéletesen alkalmatlan ilyen fel
tépőzározható, ilyen kis szivacs hengerek voltak a vázon. Igen, nem értetted, hogy ez miért van, nem tudtad. És semmitől nem védett meg. És a gumi, ahogy kinézett, azok a kis szálkák, ahogy ott kiálltak belőle, és kék színű volt, és ilyen terep fokozatú gumia volt, tudod, ilyen barázdál. És ugratás után mindegyiknek eltört a villája. Mindegyik tönkre menni, nyilván meg nem volt jó, meg ezek még nem is PC-en nagyon ugratós BMX-ek voltak, ezek csak az a hagyományos. És hogy én mennyi mindenkinek írtam levelet, meg mennyi rokon, meg Jézuska, látod, meg Mikulás. Tudod. Tudom, hogy csak az ördög kellett volna, hogy megszálljon. Jézuska, Mikulás pártitkár. Mindenkinek, gyerekek. És nem is lett meg aztán, nem volt pénzünk rá. Tehát, hogy nem tudták a szüleim megvenni nekem azt a BMX-et. Neked, Monti? Nem, favorit. Favorit volt az álom? Hát beértem volna egy Sputnikkal is. Annak idején. Az arra már nem emlékszem, hogy ez melyik van. De az is nagy, hát ez hát a ruszki ilyen országúti versenykerékpár, abból amit érdemes volt átvenni, az egyedül a kormánya volt, mert az alumínium volt. Az könnyebb volt, mint például a csepeleken. De hogy melyik Sputnikkal is beértem volna, de azt nem kaptam, aztán később, amikor már kicsit lefutott, már nem érdekelt annyira, akkor kaptam meg a favót. Szerintem ezek a be nem teljesült álmok valahogy jobban megmaradnak. Nem? Tehát azért maradt meg ez ennyire, mert hogy vágytál rá, és nem is érted el. Nem? És azért lettél ilyen, most nehogy ezzel kezd, mert nem kaptál annak idején mountain bike-ot, azért vagy most. Nem feltétlenül, csak arra gondolok, hogy ha megkapod, akkor valószínű, hogy nem marad ilyen jellegzetesen meg benned. Nem? Minden gyereknek van egy baba, egy autó, bármi. Neked mi volt, Feri? Egy új böllérkés, persze. Vagy egy böllérkés. Igen, de azt már csak 18 fölött adják nálunk. Nem, az új, a férfivá válásnak. Mi volt? Hogy pár új gumicsizma. Az mindig volt. Hogy valaki futballozzon veled a grundon? Vagy igen, neked mi volt? Az igen. Nekem nem lehetett, anyám nem engedte ezeket a sporttevékenységeket. Mert drága volt a szemüveged. Persze. De nem úgy volt, hogy ti ilyen bélbelsővel vartátok a focilabdát? Nem azt mondta? De azzal is lehet focizni. Töltöttétek mindenféle ételmaradékkal, bevartátok. Igen, és szőlőkaró volt a kapu. Szőlőkaró volt a kapu. És zilgumival mentek le a tóra. De csak ezenek egy gyerekkorban nem volt valami ilyen, amire így nagyon vágytál volna? Semmi? Nem. Minden meg volt? Nem volt meg semmi, de hát nem mertünk mi ilyeneket álmodni, úgy mountain bike, vagy BMX. Most nem is jelenek, hogy mindenkinek a saját szintjén, vagy tehát, hogy van akinek, BMX, van akinek. Hát nem hallott hírzálat volt, és nem hallott erről a dolgot. Anyád bicikliét kölcsön kaptad, azzal egyik oldalra fölakasztottad a gázpalackot, az után töltővel, a másik oldalra moslékot. Semmi baja nem volt. Igen. Nem kérdezett nekünk már. Lányoknak... Vagy apád bringáját, és akkor a váz alatt tekertél. Mert ezt rengeteg falusi kisrác nyomta. Igen. Lányoknak volt az a baba, amit lehetett fésülni, megvágni a haját. Ezt tudom, ez egy nagy álom volt. Sokaknak például ez nem sikerült. Igen, sokáig nem lehetett vágni a haját. Hát sokat nem vágtál, de egy kicsit bele tudtál vágni a hajába, tudtad fésülni, és aki ilyen cserélhető feje volt, vagy tudtál hozzá póthajat venni, vagy mit tudom én. Hát az is akkor nagyon-nagyon nagy szám volt, igen. Hát igen, nekem tényleg nem a sziszváltós Monti, hanem a HVZ-váltós Sputnik. De az a sziszváltós Monti, ez kb. 10 évvel később. Hát ez egy sziszváltós Monti, akkor én már 20 éves voltam. 17 évesen jöttek be a sziszváltós Monti, hát akkor te 24 éves voltál. Akkor azért, hogy oké, nem a sziszváltós, de azért mondom, hogy az egy túl modern dolog. Járogattunk, akkor volt felénk is egy-két jobb kerékpárszerelő, és ott ki voltak rakva mindenféle plakátok, és akkor nyilván bementünk javítatni a mi kis cuccainkat, meg összerakatni valamilyen akármilyen szedetvedett biciklit, de azért fönn voltak a falon a képek Francesco Moserről, meg a Campagnolo cégnek a termékeiről, és akkor így nézegetett, és akkor úristen, ára de jó lenne. Olyan nincs. Ó, egy Campagnolo váltó, vagy legalább egy triplex, ami tőlük nyúlt a dizájnt. Jaj, de jó lenne. Aztán fogtad, és akkor hazatoltad a kis bringádat. Hát ez a régi versenybringán úgy váltottál, hogy kellett keresgélni, hogy körülbelül hol áll jól a izé. Hát az váltóvázas volt, persze. A váltón volt a váz lent. Igen, tehát alul. Ugye nem voltak ezek a kormányváltók, hanem alul nyúltál és alul váltottál a vázon. Hát mint hogy nekem egyébként a favón ilyen is van. Még mindig? Persze. Már nem ezeket persze, a kormányváltókat csinálják? Nem. Hát nekem a régi klasszik van. Tehát, hogy azon nincsen változás ahhoz képest. Az ugyanúgy lent a vázon? Aha. Persze. De jó Isten. Hát a cseh, ugye a favorit? Igen. A cseh ipar remeke. De jó is volt. Na az például, az nálunk egy se volt a faluban. Tehát, hogy nem lehetett beszerezni. Szörnyen menőnek Csepel számított. Csepel vertankeród volt, ha valakinek lett volna egy olyanja, kész. Hát a Csepel az nagy, mert a tacskó, nem ti tacskóval nyomtátok, nem? Tacskóra emlékszel? Igen. Két vékony ízű váz ment hátra. Igen, jó, meg az a Harley kormány. Igen. Tehát ugye, ami kicsit ilyen kifelé velő Harley kormányod volt. Összecsukatos kemping. Nekünk még az összecsukatos kemping az menő volt. Ez sok helyen nem volt. Volt nektek? Nem. Azt ugye középen hajtottad félbe, és ilyen világos kék színűre festették őket. Legalábbis és nekünk világos kék igen, volt. De volt belőle ilyen sárgás is, vagy ilyen, igazából nem az igazi sárga volt,
hanem ilyen krémesebb színű, ilyen kicsit ilyen okkeresebb. Nagyon furán nézett ki. Voltak ott jók, meg voltak a pannoniák. Volt például agyváltós pannonia, ami háromsebességes volt, iszonyatosan menőnek számított. Na, és azon például, ha jól emlékszem, azon kormányváltó volt, ami akkor egy hihetetlen nagy dolog volt. Szörnyen menő volt. A markolattal tudtál forgatni rajta. Na igen. Na miért, ezek a be nem teljesült vágyak szerintem jobbak. Valahogy jobban megmarad. Hát jobban megmarad. Megkaptad volna, megkapod, megunod, nem? És nem úgy gondolsz vissza rá, hogy úristen, mennyire szerettél volna egy olyat. Amit én mindig szerettem volna, és szerintem a mai napig örülnék neki. Barátok. Illetve barátok például, igen. Barátok, nagymellő, alacsony, kubai segű, szőke lányok. Kubai segű, jamaikai fejű. Igen, brazil lábú. Ez a Brooks nyereg volt. Na ez ami, már nagyon spéci, ezeket én nem tudom. Ami egy marhabőr nyereg volt, és részegecsekkel volt oldalt. És ezt így hívták, hogy Brooks. És egy Brooks. Azt mondták róla, ez lehet, hogy csak egy legenda volt, hogy egy ilyet az ember egy életre vásárol magának. Hogy tényleg ez egy kicsit idomul az embernek a farpofáihoz, és akkor azáltal törik be, azáltal válik ideálissá, hogy te tekedsz rajta nem tudom hány ezer kilométer. És ez gyönyörű volt. Ezt nyúlta egyébként annak idején a favorit is a saját marhabőr nyeregével, amit viszont nem formára ültél, hanem szétültél. És egy idő után kilapult. Igen. BMX 4050 forint volt, a Camping 2600, Kalocsán a Duna áruházban. Ott sírtam a BMX-ért, soha nem kaptam meg, írja Misi. Igen. Balázs, amiről te beszélsz, a világos ki gumis tépőzáras BMX, az a magyar Csepel BMX volt egyébként, tényleg a lehető legstrapabíróbb, legjobb minőségű BMX. Lehet, akkor az jó volt? Nem emlékszem, hogy milyen minőség volt, csak arra emlékszem, hogy világos kék tépőzáras. Lehet, hogy Csepel BMX volt, nem tudom. Hát azok a biciklik, amikre én emlékszem, és voltak ismerőseimnek, egy-kettőnek csak, azok ilyen román heggesztett villájú BMX-ek voltak. Tehát, hogy két hetente törték el. Hát jó, mert azon már ment az ugratás, persze. Igen. Na jó, van ennyit a nosztalgiázásról. Játszunk valakivel, Óven bácsi, Beru néni. Itt van már is a játékosunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Sziasztok, jó reggelt mindenkinek, Attila vagyok. Hello Attila. Szia. Attila, honnan hívsz minket? Kozár Michelinből, Pécs mellől. Pécs mellől. Munkában? Már, még nem. Mi lesz majd, ha bemész, mert mit csinálsz? Befejező munkánk, úgy néz ki. Na de mit fejezel be vele? Egy házat, egy iratot? Burkolatbefejezési munkák. Burkolatbefejezés, építkezés. Oké. Okay. Jól van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj. Oké. Okay. Náthás. Miért pont ez? Náthás az egyik. Atya Isten. Maga az ördög most rágja bele magát Ferikébe. Nem is nagyon hallom. Igen. De ugye? Nem Montit szeretne, nem papír zsebkendő. Fura lények ők, igen. Bárhol is vannak ezek fura lények. Na mutatjuk, mit énekelnek közben, figyelj. Oké. Okay. Hát ez zicser. Nincs meg? Hallhatnám még egyszer? Persze. Még nincs. Nem vettünk még ki semmit, mutatunk egy ugyanekkora részletet, figyelj. Fú, nincs meg, vegyünk ki egyet. Jó, kivettük akkor a legértékesebbet, a sapkát, amit most nagyon szeretnek. Jó, figyelj, mutatunk egy hosszabb részletet. Nem lesz meg. Mindjárt idő. Nem, pedig hallottam, de nem lesz meg, nem tudom. Na nincs, mutatjuk akkor, mi lett volna, figyelj. Ugye, hogy ismered? Hát a csapból is ez folyt. Van, hogy nem felel. Jó, nem baj, de igen. Legalább beszéltem most veletek. Most már tudod, hogy ki ő? Milyen Laci? Nem. Igen. Tegnap előtt mondtak valami nagyon kemény megfejtést a játékra, valaki, nem is tudom, mit mondod. Karamell lett volna. Karamell, hát karamell. Óvattant, igen. Igen. Hát jó. Nem vagy egy nagy zenekedvelő, legalábbis magyar, nem? Milyen zenét hallgatsz, Attila? Vagy mit nem ugrott be igazából. De magyarok közül hallgatsz valamit? Hát most így...
igazából tőletek mindent, ami lejön egész nap. Hát munka közben hallgatod. Tehát nem kapcsolod el a rádiót magyar zenénél. Igen, nem, miért? Azért, hát csak mondtad, hogy mindent hallgatsz, ami nálunk van. De akkor itt nincs különösebben kedvenc. Nem, okay. Nincs. Adi, köszi hát a játékot. Mindenevő vagyok. Jó, köszi a játékot, jó munkát. Oké, okay, köszi a játékot. Ciao, hello, hello. Eddig ez nem volt nehéz. Nem, nem, nem. Zseniális kis szám egyébként. Bírod? Aha, kifejezetten. Összebújnál. Karamellre? Nem. De. Ez mire gondolt, hogy valakivel? Hát úgy szépen úgy oda bújni Mónikához, nem? Nem. Na gyerekek, kértetek talpreflexológust. Király! Mondtátok, hogy milyen jó lenne ezt kipróbálni, és mondtam, hogy akkor legyen ez az én újévi ajándékom nektek. Hogy megnézzétek. Ugye te kérdezted talán kedden, a Tibivel beszélgetünk, igen. És utána kérdezted, hogy valójában ebben mennyi a valóság, hogy valaki megnyom a lábadon egy pontot, és tényleg érzed, hogy neked ott valami rendben van, vagy nincs rendben, vagy hogy tényleg ott vannak-e a szerveknek a pontjai a lábadon. Igen. És erről beszéltünk. Sorsot is húztunk tegnap Ferivel, és ő mosott lábat. Nem, én úgy szoktuk, hogy... Neked a heti egy az pénteken jön. Ilyenkor levesszük a gumicsizmát, tudod? Nem úgy alszunk el éjszaka, és ugye nálunk az ágy végén ott vannak a tehenek, mert fűtenik-e valamivel, és ők lenyalják. Ferenc, lemenni a gumicsizmát? Ja, észre se vettem már. Annyira természetes, hogy fönn van, bocs, levesztem. Na, szóval szkeptikus vagy még? Nem voltam szkeptikus, érdeklődő voltam inkább, hogy mi a helyzet ezzel, hogy tényleg vannak ezek a pontok, lehet-e gyógyítani, tehát nézzünk rá egy-két dologra. Mit akarsz tudni, hogy milyen szerved épp vagy nem épp? Hát kérlek szépen, én nagyon szívesen benevezek egy vesemáj tüdőblogba, hogy ezt nézzük. Vesemáj tüdő, egy kis borssal, kis őrölt borssal. Hát, hogy ezt a hármas blokkot nézzük át, illetve hát szerintem egy lábon keresztül való prostatamasszázs az mindenkit érdekel. Azt mondtad, hogy van ilyen. Van, mert megnézzük, milyen állapotban a prostatátok. Te mit akarsz tudni, Jani? Akarsz valamit tudni? Hát, hogyha van valami probléma, és ezt ő feltérképezni a lábamon keresztül, én annak nagyon örülnék. Annak nem, ha lenne probléma, annak örülnék, ha nem lenne, de hogy egy ilyen általános képet tudna alkotni az én testemről. Állapotáról? A persze, ez egy másfél órás talpmasszázs rendesen, az persze. Akkor kezdjük el minél előbb. Az 11 órakor majd megcsináltak. De nincs egy szerv, amire kíváncsi vagy? Egy szerv. Semmi? Az ORFK. Mi lehet? Jó, mindegy, talált ki, van még időd. Jó, van egyébként. Van. Van ilyen. Egy. Most nem ütöz. De van. Az nagyon érdekes, ha nem ütözed be. Na jó, ha megnézzük, akkor ez hogy működik élőben. Jó, érkezett hozzánk egy talpreflexológus, és hoz talp térképet, ahol meg tudod nézni a saját szervédet, illetve ki tudod próbálgatni, hogy ez hogy működik, Ferinek pedig megmasszírozzuk a lábát. 3 perc múlva, 8 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 8 óra múlva pontosan, 9 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri, hello! Sziasztok, jó reggelt! Drága hallgatók, itt vagyunk, Nyíregyháza Újfehértő között baleset van, mentőtűzoltó áll a sor, ezt András küldte nekünk, köszönjük szépen. M3-as Nyíregyháza felé, a 96-os kavicsán leállósában füstöl egy tranzit, óvatosan haladjatok el mellette, ezt Peti üzente nekünk. És busz kontra Volvo telepjáró az M3-as bevezetőjén, ott is szépen alakul a dugó. A Rákóczi út az Erzsébet híd felé egyáltalán nem jól járható, ezt fefekülte nekünk, valamint a 8-as főúton Ajka közelében hétágra süt a nap, égi csoda. Toma Boti küldte ezt. M1-esen Hegyeshalom felé 65-ös kilométertől már nincs köd, szépen lehet haladni, jó a látás, illetve a látási viszonyok. Ezt Kati küldte nekünk, köszönjük szépen, és Rába Patynál van egy nagy baleset, 3 autó az árokban, ott is mindenki menjen lassan. És a BKK Facebook oldalán nincs semmi aktuális. Jaj, de jó, örülök. Ennek mindig nagyon örülök, amikor nincs BKK Facebook oldal. Ez azt jelenti, hogy minden jár. Metró, villamos, tényleg? Minden. Semmi nem füstöl? Ide még nem volt semmi, nem? Mit csináltak? Karácsonykor rendbe tették a sineket, meg a metrót? Mi történt? Nem tudom, valamikor utaztam a 2-es metróval, és számomra mi mindig akkora élmény ezekkel az újakkal, ezekkel a áztom, jól mondom, kocsikkal utazni, mert én ugye hozzászoktam a régi, jól bevált békebeli ruszkikhoz, amik időnként kigyulladnak, itt ugye a 3-as metróvonalán, és akkor felszálltam, mentem vele 2 megállót, és mintha kicseréltek volna. Egy igazi élmény volt. Tiszta, szép, új, igen? Az, még mindig, nagyon kulturális. Nincs összefirkálva, nincs fölvagdosva az ülés, semmi, tényleg? Semmi ilyesmi. Kevés a szék állítólag. Hogy így kevés a szék? Hát, hogy valahogy úgy csinálták meg, hogy több az állóhely. Igen, de ülés elég sok van.
Tök jó. Széket én egyedül. Hát figyelj, nálunk így hívják. Ugye fejezni, én bármikor mentem metróval, én sem láttam nem széket rohadt életben. Magam alá húztam egy samli. Szóval kevés a szék? Igen, meg hogy ilyen külön álló ülések vannak, akkor így mondjuk mi agyonművelt fővárosiak. Adjál már. De hogy ti ott mi nültek? Hokedlin vagy? Persze, de nem, úgy, csak a mi. A bakon vagy Hokedlin, de ha csak akkor, ha mi faragjuk. Kevés a szék. Hát tessék egy kicsit sportolni, hát nincs ezzel baj, most egy pár megállót az ember tud állni. Nem magam miatt, az idősekre gondolom. Hát igen, igen, neki kell átadni a helyet. Kik gyártják ez az alsztomot, ezt kik csinálják? Egy metros előnyek, egy gyártó cég. De nem úgy, hát most ne legyetek alulolvasottak. Hát, ja, hát, de hát te se tudod. Én tudom, csak nem akarom megmondani. Na, azt várja, jó, nincs ebben ennyi, ne felejtsd el, csak meg akartam nézni, hogy kik gyártják ott, hogy milyen egészségi állapotban vannak, erre akartam. Akkor biztos következtetni. Franciák csinálják? Igen. Tényleg? És ők spórolnak a székekkel? Hát ez ilyenek hát, a franciák. Hát, nem keleti piacra. Tudod, milyenek a franciák, nem tudnak más csak zabálni, meg bújálkozni. Semmi szék. Semmi szék. Mi ezért ennek a kastélyokhoz, meg a kecske sajthoz ért. Ennyi. Na gyerekek, most jön, aminek jönnie kell. Ugye kedden Kassa TV bejelentkezett Tájföldről, és miután letette a telefont, egyrészt örültünk, kettő ugye megbeszéltük, hogy valójában mi van, vagy van-e valami ebben a talpmasszázsban. Te kérdezted, hogy amikor ott látunk ilyen talp térképeket, akkor tényleg minden szervnek megvan a saját pontja, megmondtad azt hiszem, hogy te talán még nem voltál ilyen, és hogy mennyire szívesen kipróbálnád, ugye? Nem, nálunk csak a kavics nyomja az útban. De az a legegészségesebb egyébként. Az jó mezitlábjárás. Feri, azért nem volt eddig, mert mindenki egyébként azt mondja, hogy járjál minél többet mezitláb. Ő sokat járt mezitláb, nyilván nincsen szüksége talpmasszázsra alapból. Feri nagy lábúja kiszedi a két szikűeket egy gyomírtásnál, úgyhogy simán oda mész és azzal kikapkodod. Na, és mondtam, hogy szeretnék nektek egy ilyen újévi meglepetést, egy ilyen kis kényeztető negyed órát. Amikor is megkapjátok az én januári ajándékomat. Ugye? Igen, várjuk is. Igen. Na. Hát a 2009 januári, mert hogy van egy kis csúszásban vagyok, igen. De mindig hozom. A vendégeim vagytok egy talpmasszázsra a következő 15 percben. Egymásnak csinálhatjuk, mi? Ha mirigy, ha dülmirigy, ha prosztata, bármi. Amit most kívántok, az én számlámra masszíroztathatok. Jó? A vendégeim vagytok. Nagyon jó. Igen. Nagyon jó. Gondoljátok át, hogy mit szeretnétek. Állítólag van egy pont, amit ha megnyomsz, elnyújtott orgazmus is van. Ezt valaki írta nekem kedde, hogy kérdezek rám majd csütörtökön, igen, de szerintem ez kamu. Igen. Fölcsillant a szemed, mi? Én a talpmasszázs revitalizáló hatásával már itt tisztában voltam, mert időnként el szoktam menni tájmasszázsra, de a gyógyító hatásra, meg erről az elnyújtott orgazmusra, erről nem hallottam. Késleltet a ejakuláció. Mert annyira fáj. Tényleg? Akkor azt minél előbb. Nem, hát ha ilyen problémák vannak, akkor azt egy kis nyomkodással akkor ott lehet egy kis. Ja, persze, hogy ja, értem. Tehát, hogy a genitáliákra átáll az ember a lábra, és akkor ezzel késlelteti. Igen, annyira fáj. Csaják Ildikó reflexológus itt van velünk. Hello, Ildi, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Hello. Tényleg van ilyen pont, amivel lehet ilyeneket elérni, ha valakinek ez a problémája, egy kicsit szeretnék késleltetni? Biztosan, hogy van ilyen, rendszeres kezelésre van szükség, úgyhogy. Igen. Nagy a baj, gyerek. Hát, ha köldöke alatt kezdődik a lábfej, akkor nyilván. Minél nagyobb a lábfej, annál hatásosabb. Na, hoztál nekünk lábtérképet? Hoztam nektek lábtérképet, mert arra gondoltam, hogy masszázs közben például azt mondjátok, hogy keressük meg a tüdőzónát, és akkor itt közben mondjátok a pontot, én meg a Feri lábán, hogyha már ő, aki választott, akkor ezt ma így... mindkét fiút kényeztetem, ja, aki amit kér. Jó, tehát János vendégem egy jó prosztatára. Mondjuk csak az jutott eszembe, hogy most így azért ne dőljetek be a 15 perc hú de nagy ajándéknak, mert 25-30 perc minimum egy normális talpmasszázs. Hát nem is gondoltuk volna, hogy ne, gyerekek, hát azért láttam az árakat, mondtam, hogy ebben most negyed óra van. Jó, ez egy érintésre alkalmas, egy kóstolóra alkalmas. És akkor úgy keresed meg a Ferének a tüdejét, hogy megnyomod egy pontra, és azt mondja, hogy köhögjön, kérem. Tehetnénk így is, de tényleg az van, hogy ahogy most már az interneten látszik, rengeteg térkép van fent, hogy ezeknek pontosan megvan a helye. Tehát nem kell nekem tesztelgetni, vagy keresgélni, hogy jó, ez most a tüdeje, vagy a foga. De mit érzel ott? Tehát az ujjaddal, amikor tehát azt mondod, hogy beteg a fejének a tüdeje. Igen. És akkor az elszorúsodott bőr alatt te azt érzed, hogy... Tehát nálunk az én érzetemben csak ennyi, hogy például nekem képek jelennek meg hozzá, hogy most itt, tudom én, ilyen homokszemek vannak, vagy szúrós az, amit én érzek. Tehát vannak ennek különbségei ennek a tapintásnak. Aha. A másik oldalról pedig van, amikor recsegi, hallják, hogy recseg. Van, amikor azt érzi, hogy úristen, belé eresztettem a körmömet, pedig nincsen körmöm. Tehát, hogy
ezek mindig változó, attól függően, hogy milyen régiót a lerakódás, és általában azért az első érintésnél mindig fájdalmasak. Ez nem azt jelenti, hogy na, akkor totál kész az ember, akkor innentől kezdve el kell kaparni. Csak hogy érzékenyek bizony a szem. Csak érzékenyek, így van. Na most nekem ugye a szem problémám az ilyen születés óta megvan. Tehát akkor meg tudjuk azt csinálni, hogyha nekem megnyomod a szempontot a talpamon, akkor az nekem fájnom érzékeny kell, hiszen nem jó a szemem. Igen. Ez egy fontos szempont. Azért, hogy működik-e? Érzékenynek kell lenni. Igen. Egy teszt? Igen. Hát hogyne, megnézzük. De egy csomó mindent lehet teszteni, de Janinál is. Igen, de a másik, hogy az is nagyon fontos, hogy mint a vizsgánál, tehát lehet azért úgy nyomni, hogy tuti fájjon. Aha. Tehát, hogy nem az a cél, hogy fájjon. Mert, mint ahogy a vizsgán, lehet olyat kérdezni, hogy nem tudsz rá válaszolni. Tehát igen, itt is a Balázs jót ígért, tehát hogy ne az legyen, hogy a én kellemeset ígértem, de egy-egy pontot meg akarok nálatok igen. nézni, hogy, jó, tehát hogy az milyen állapotban vagytok. Hogy tényleg ez a tehát van a végletes, aki csak simogatja, és akkor semmi, vagy a másik, amikor kimondottan átmegy ilyen inkvizítorba, az ugyanúgy nincs értelme. Hány masszás az eredményt egy betegszernél körülbelül? Ez változó. 2-3 alkalommal már, hogyha nincsen krónikus dolog, vagy nincsen nagy akut dolog, akkor elindulhat egyfajta változás. És most épp tegnap, amikor jártam a könyvesboltban, néztem, hogy most milyen könyvek vannak. És egy doktornőnek a reflexológus könyvébe néztem bele, és most már ezt például nagyon jó, hogy orvosok természetesen használják kiegészítőként. És az ő könyvének a hátulján rengeteg eset van leírva. Gyerek, 38 éves, cukorbajos, nagyon sok eset, 15 alkalom, 2 alkalom, 8 alkalom, tehát nagyon egyéni. De van belőle ilyen elsősegés új tőlem, tehát például mondjuk van. Ferinél gyorsan el tudod távolítani a királydínje töviseket, a rajszegeket. Bármi. De Ferinek a talpában még letörött kecske szarv is lehet. Sőt, az egész kecskét hosszolom magam után. Amikor belelépett egy boronába is beletört. A lábujjak az különböző szervek? Külön? Igen, igen. Tehát megvan az, hogy fejszem, fül, nyirokrendszer kapcsolódik hozzá leginkább. Ez az a terület, amit szerintem például otthon laikusként is lehet ápolni. Tehát egymás kényeztetése vagy szarilása szempontjából is ezeket a területeket lehet kezelgetni. Gyerekek például imádják. Én amikor kicsik voltak a gyerekeim, akkor még én nem tanultam ezeket. Csak józan paraszti eszemből adódóan sírt a gyerek, nem tudott semmit sem mondani, elkezdtem simogatni a talpát. És elkezdett megnyugodni, elkezdett jobban lenni. Aztán már utólag tudtam meg, hogy épp a gyomránál, meg a hasánál masszírozgattam. Na nézzük meg akkor, jó? Ki legyen az első állapot felmérés? Közben gondolkozz, hogy melyik szervedet akarod megnézni. Egy prostatára a vendégem vagy. Én nagyon nehezett vele, közben már harisnyában vagy. Jaj, a kis jégér, az harisnyán már rajtad van. Hát még még plusz 80 már. De lehet hideg hazafelé. Hát érted, hát ha bejön az északi. Tényleg van kis szövet harisnyán? Nem, most nem. Ja, most tudtad, hogy meglepetés lesz. Na, Ferenc. Kezdhetjük. Elő a csülköket, ha valakinek nem éred a lábát, vagy nincs neki, vagy nem tudom, akkor a kezén is lehet? Kezén is lehet. Igen. Ha Ferilán fejed, most indulj el. Így van, ez neked életed nagy kihívása lesz, ez a Himalájád. Az őnek ugyanúgy megvannak a reflexzónái, tehát hogy egy csomó helyen ezek így analógiásan ott vannak. 20 évvel ezelőtt még szemmelverésnek számított, hogyha talpmasszázsról beszéltünk, ma már szerintem azért eléggé benne van a köztudatban. Aha. Hát persze, nagyon sokan csinálják. Kínai orvosok is vannak itt Magyarországon szintén. Tehát ugye azért ez ma már egy nagyon elfogadott dolog. És hál' Istennek sokan olyanok is, akik értenek hozzá. Igen. Nyilván sok a kókler ugyanakkor, azért természetesen. Tehát, hogy, na, nézzük meg hogy Feri milyen állapotban van. Jó, csak így szemléltetőleg nyom meg egy pár pontot, hogy hadd üvöltsön. Nem ez a cél. Tényleg nem ez a cél. Mondtam, hogy a vendégem vagy. Hát ezt akartátok kérdem. Tessék? Ebből a távolságból Ferenc jelöljön. Nézzük Feri, milyen állapotban, hogy vonszold ide magad. Jó, megyek. Vagy vágd a lábad és dobd át. Vagy csak nyújtsd át, maradhatsz helyeden. Egyébként simán Feri átnyújtod, hát 3 méteres a lábad, úgyhogy simán odaért. Ferinél mi van? Hát mit ne hagyjunk így? Hát én egy májcsekket azért mindenképpen csinálnék, nem? Melyik? Máj. A máj és a tüdő. Hát nála ugye ezek azok a szervek, amik fő veszélyben vannak. A máj és a tüdő. Ó, hányos lábad van, Feri? 46-os! Jó. Várjál, nem és az csak, ami kilátszik most a tüdőben. Vedd le az egészet. Alapvetően például a póz az
nem klasszikus, tehát az, hogy így a másik ölébe legyen. Nem, mi se vagyunk misszionárius pártja. Hát, csak már a klasszikusat, azt senki nem csinálja. Ildi. Most fedjek egy ilyen kellemes, ilyen kis balzsamos, valamilyen rozmaringos krémmel kenegetik itt a lábát. Előkészítjük a rozmaring. Az illatból megmondom. Sáfrányos, susulikás. Mi van, mi van a krémre írva? Jól beszél, jól beszél. Olvasni is jól olvas, mert rá van írva. Bocsánat, elnézést! Kellemetlen. Elnézést, ne arra ugye, megmondtam, hogy rozmaringos. Az illatból megmondom. Vagy rozmarin. Most miért fáj neked, hogy tudod valamit? Nem, igazadban egyébként. Na. 8% illója. 7-es felet mondtam volna. Illóolaj. Hogy mi 8%? Micsoda pontosan? Nem teljesen értettem. Na. Szóval most akkor így előkészítettük. Igen, a Ferinél azért vannak neurologikus pontok, ugye? Tehát az... gyomor lehet, azért a Feri nem veti meg a jó ételeket, ugye italozni is szeret, cigarettázik is, tehát nála meg tudunk nézni olyan akut pontokat, ami esetleg jelezhet, hogy később azzal a szervvel valami probléma lehet. Na, valahol fájdalmat érzel? Igen. Fáj? Igen, egy ponton. Egy ponton. Aha. Aha. Fáj? Hát érzem. Na most így a kezedbe adom. A saját lábadat. A saját lábtér. Ja, te nem látod, mert aztán... Akkor nézzétek ti, mert én nézem, hogy nem miatt. Jó. Ha? Mi van odaírva? Hát ezt azért én így nem tudom most hirtelen elolvasni. Odaadom neked, és akkor te elmondod, Ildi. Nagyon sok pont van a talpon. Szerintem itt teljesen rátaláltunk a májra. Máj! Igen. Hoppá! Nagyon jól működik az van. Igen, tehát hogy ez itt teljesen. Hogy jó? Igen, tehát hogy teljesen így az, hogy ez érzékeny. Ja, hogy érzékeny. És ez mit jelent? Tehát van egy talpi érzékenység mondjuk, tehát akkor... Tehát ez feltétlenül nem jelenti azt, hogy nem most akkor a mája ki van purcanva, de az, hogy érdemes utána járni, odafigyelni, méregteleníteni, könnyíteni a működését. Te érzel már valami változást, Feri, jobb? Mert az illat az igen. Tehát itt például megkívántál, hogy inni valami. Hogyha bármelyikötök kipróbálhatja hozzá mer nyúlni a Feri lábához. Igen. Tehát, hogyha végig húzod a kezed, akkor érzed, hogy ezen a ponton úgynevezett pattog, tehát mint ez a buborékos szatyor, amikor így végig húzod az ujjat, hogy érzed, hogy ezen a részen, ahol az érzékenység van, ott ilyen apró pici, mintha ilyen buborékokon futna végig az ujjad. És akkor ez pármasszírozás, és effektíve... És akkor ezt fel lehet lazítani. Fel lehet lazítani. Mert ez oda-vissza hat. Tehát a szervvel kezd kiegyenlítődni, elkezd dolgozni, és akkor ennek függvényében az egész akkor elkezd szépen föllazulni. És olyan nincs, hogy mondjuk ilyen nagyon konkrétan, nagyon gyorsan reagál rá a szervezete, tehát például végighúzod oldalt az ujjadat a kezén, és akkor hogy hívják, akkor száj, gyomor, végbél, és akkor böfög egyet, korog egyet, szel. Jó. Most itt előkészítem a szemkörnyékét, mert ez itt eléggé. Tehát itt a nyirokcsomók vannak, ahol most éppen... Aha, most Ferinek a lábujjai tövénél, közül. Ahol a talp és a lábuj találkozik, ott masszírozza. Ez a két lábuj felelős a szemekért. Az a szem. Igen. És ennek ez a része. Az is fáj, Feri. Most nem fogtam erősen. De érzékeny, komolyan mondod? Hát összetöri a csontjaimat. És még nem fogta meg erősen. Most nem fogtam meg erősen. Ne is, ahogy akarod meg. Ne. Oh. Tehát ezek azok a pontok, ami... Nem jó, de jó, hogy értél. Hát igen, csak nagyon sok a beteg pont a testedben. Azt hittem, hogy egy kicsit egészségesebbek vagytok. Például, hogyha van egy ilyen szem probléma, ugyanúgy az van, hogy lehet enyhíteni. Egyszer egy idős néni egy faluban meghallotta, hogy én értek ehhez, vagy kezelek, és ebbe hívott. A férjének cukor problémája volt, és szem problémája, és mondja, hogy javult neki a cukorértéke és a szeme is, és megmutatta, hogy hol masszírozta, és hogy jól csinálta el. És klasszikusan azokat a pontokat kezdte el ösztönösen használni. Nagyon, egyébként egy pillanatra komolyra fordított, tényleg nagyon sok ilyen pozitív tapasztalat van. Tehát akik járnak, sok a nő mondja, hogy például nagyon sokáig nem sikerült teherbe esni, elmentek, nincs tapreflexológiai masszázs után sikerült. Tehát, hogy azért ez egy hosszú évezredekre visszavezethető tudomány, igen, szóval, igen, hogy hát nem hülyék a kínaiak például, akik azért ezt évek óta csinálják, több száz éve használják az orvostudományban a talp is. Ugyanúgy ez így a vastagbél. Kézreflexológiát. Vastagbél? Oda van az is? Húha, nagyon masszírozna, hogy itt elkezdjen ürülni. Tegyétek alá kacsát. Kacsá! Mint a szúrók, olyan lesz. Nem lesz egy kicsit kevés? Hát de akkor hozzatok egy talicska, három olajos hordót. Tehát attól is függ, hogy a talpmasszást mire használja valaki megelőzésre, mert nincsenek problémái, van egy adott eset, és akkor azt szeretné, vagy pedig
valamilyen helyreállítás van, tehát utógondozás. Tehát ezektől is. Fújt ki magad közben, ha nagyon melós, nyugodtan. Az nem lábúj egyébként, hanem egy lepkegubó a két ujja között talál. Nem sámán, nem hat ujja van, de csak beágyazódott oda egy lepke. A kedvenc fogásom ez. Na. Ez olyan, mint amikor a bikázót így rárakják. Ez a vállöv. A vállöv. Igen. Mi az a vállöv? A vállöv egy olyan öv, amit a válladat hoz terméből, leveszed a nadrágodról. Akasztasz, vagy gumicsónak. Itt, itt klasszikusan mondhatnám azt, hogy senkinek nincs olyan, hogy ez nem érzékeny. Na most az, hogy mennyire érzékeny, ugye az megint attól függ, hogy mennyire van ott ez a környék beállítva. Most még egyáltalán nem fogtam meg. Ne is fogja. Tehát most... Na, milyen ajcsit hoztam, egy... haver? Na, a vendégem vagy, tesó, élvezd. Tesókám, a vendégem vagy, élvezd, nyugodtan érezd magad, jól? Ez a, ez a kör az enyém? De ezt kihordottam fejfájás idején, tehát hogyha valakinek nagy fejfájása van, akkor ez, ez a fajta mozgás, mozgatás. Eltereli a fejfájásra a figyelmet, mert még jobban fáj. Nem. Igen, ez, a, ez, a, ez az itt, ez azt jelenti, hogy a Feri nagy lábujja tövénél, ahol a lábfej találkozik a lábujjal, az, az a pont tulajdonképpen. De ez most ugye azért nagyon otthon senki nem tudja elkezdeni, tehát szakemberhez kell menni nyilván magadnak, ott megnézheted egy térképről, nyomkodhatod. Meg hát nem tudjátok elképzelni, hogy mekkora fogás. Az az űr ott bent a két lábú, mint a békás szoros. Igen. Na és akkor van klasszikus prostata, amire... Ezen a szoroson jött. Na, egy prostata! Egy, itt lovagoltak be Árpádék. Ja, itt a Vereckei hágom most lát. Feri nagy lábú, ja. Ez a rész itt alul. A prostata. Tünetmentes? Teljesen tünetmentes. Minden? Minden oké. És akkor most a hosszított orgazmus... Gyerekek, én csak egyet mondok. Aki nem volt még prostatamasszázson, az nem tudja, mi az igazi fájdalom. Jó? Legyen ennyi elég. Hadd ne mondjak erről többet. Azt, akkor megtapasztalod, hogy, hogy mi az igazi fájdalom. Átértékeled. Ez is itt egy nyírok. Na, mondjuk ahogy látom, Ferének jól esik, mert már feslik fel a slitzen. Tesó, a csak vendégem a vagy. Csak a nyírok pontjait masszíroz. A vendégem vagy, de moderált magad. Na igen, azért. Fogjál már vissza magad. Fogjál már vissza. Csak egy rádióbűsor. Azt mondtam, úri emberek vagytok. Na, és gyerekeknél mennyien gyorsan lehet elérni változás, például, aki elviszi a saját gyerekét? Hát attól függ megint, hogy most probléma. Hogy mi a baj, hogy mi a konkrét igen, baj, igen, persze nyilván. Mi a konkrét baj, de általában én azt gondolom, hogy a gyerekeknél otthoni kezeléseket, tehát ez a simogatás, meg este mese közben beszélgetni, imádják, és egy csomó megelőzésre nagyon jó. Uh-huh. Az én lányom például, amikor kicsi volt, akkor volt az, hogy anya, melegíts meg a hasam, melegíts meg a kezem. És ösztönösen ők de is tudják. Hangja van a gyerek. Reméljük már nem így beszél. Nem, már 19 éves, úgyhogy a sarokba szokott állítani. Sőt, most hallgatja, és majd mondja, hogy anya, de egy... anya, miket mondtál rólam? Igen, rólam, most elkezdett. Na, a kézen is vannak pontok Jánosnak? Hm? Vannak. Egy Jánosnak nincsen, mindenki másnak van. Mind, egy prostatát, egy, a pasiknál mi ugye? A prostata, a végbél, a nyombél, vékonybél, azért ezek fontos pontok egy férfinél. Nézzük meg, milyen állapotban vagy. Csak egyet. Hm? Van valami, amire kíváncsi vagy? Ne ugyanazzal a kézzel, mint a Feri lábán. Elkapok valami csúnya gombát. Na, milyen volt az ajándék? Másnap bejönnek, és mint a Sekilon illek, olyan színű, és akkora méretű kezemben, de Feri, valamit elkaptam tőle. Igen, legalább egy ilyen popsi törlőkendővel fúsd át a kezedet. Hoztam popsi törlőkendőt, csak én tudom. Jó volt, Feri, egyébként? Érdemes, nem hülyeség. Szóval. Igen, valaki, ilyen egy Balázs ajándék. Késik, fáj is, de jó képet kell vágni hozzá. Igen, de mindenki nagyon örül neki, mert udvarias. Bali, ne legyél sóher fejenként, 30 perc, hadd élvezzék a fiúk. Gyerekek, hát ameddig Ildikó ráér itt a megszólás végén. Hmm. Csak mondom, hogy ilyenkor Tóth Gábor szokott beszélni, itt 8 órakor ugye csütörtökön, de nem marad el, csak Ildinek ekkor volt jó, és Gábor jön 9 óra után. Tehát, hogy ez szóval, már egy ilyen ezoterikus nap. Jó. Tulajdonképpen. Mit masszírozol Jánosnál? A hüvelykujja és a mutatója ez, között ezen a lágy részen. Ez klasszikusan az a pont, megint a fejfájás, vagy hogyha ilyen rosszul ér, rossz érzés. A Jani ilyen migrénes. Igen, migrénes vagyok. Akkor ez a pont. Nagyon sokat szokott segíteni. Van, amikor a migrénnél egy gyorsabb hányást tud elindítani, mivel na, én is migrénes próbálom. Voltam. Migrénes voltam, sok esetben megkönnyebbülés volt, hogy végbe hányhattam már. Tehát ez kimondottan egy ilyen feszültségpont. Aha, ne is nagyon nyomkodnak. Igen, nem. Kérdezi szépen valaki, hogyha fogyni akar, akkor azt is lehet? Tehát vannak olyan pontok, méregteleníteni, fogyni? Igen. Kiegészítőképpen nagyon-nagyon jó hozzá. De ugye klasszikusan ez a táplálkozás, mozgás, pihenés, tehát nem fogja
csak megoldani, ez megoldani, nyilván persze, de segítheti, hozzá, vagy hozzájárulhat a többi kezelés. A nyirokrendszernek az átmasszírozásával gyorsabban kiírul a salakanyag, tehát egy csomó mindenben segít. De János, még te úgy csöndbe vagy, tehát fizikailag te fitnek tűnsz, mert most már nagyon kellemes. Mert összeszorítom a fogam. Iszéletesen kellemetlen lenne itt sírdogálni. Mit érzel Jánosnál? Stresszes, vagy be van állva? Hát elkezdett nyírkosodni a tenyere, ami hát azt jelenti, hogy... Erős izgalmi állapotban jött, ez nálam mindig az első tünet. Kopogtatás minden. Mindenféleképpen csak így ennyi, hogy írnék fel neki ilyen nevetős kapszulát, bár abból rendszeresen el van látva. Hát, hogy olyan jókat is neves. Miért nem nevet jókat? Nem nevet jókat? Nem, jókat mond, jókat nevetni. Ja, észrevetted, hogy Balázs poénján csak udvarért a nevetet? Az, hogy te vagy a jó mondó, a többiek meg nevetgélnek. És akkor, hogy így rendesen told oda, aztán neveste, hogy beszéljenek ők. Na. A nyírok az nem a Feri nyírka? Amit hagyja, ne félj, megmostam fertőtlenül, hát minden oké. Ne cirkuszolj. Jó, 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 nem azért kérdezem, csak mégis érted, otthon van a gyerek, kutya, macska, nehogy elkapja, hogy macskának kicsit hullik az őre. Csináld úgy, hogy megsimogatod a macskát, akkor válsz fél órát. Ha nem kezdtetek kiúlani a szőr, akkor simogasd a kutyát, és így jussál el egészen a család. Végül a gyereknek adok is itt puszi. A kézen ugyanúgy megvannak ez, hogy a szemnek. Nem emlékszem, még a Danubiuszban egyébként behívtunk egy kínai akupresszúrát, foglalkozó kínai orvosnő. Uh-huh. Alig beszélt magyarul, jött hozzá tolmács. Fogott egy tűt, és azt mondta, hogy most meg fogok szúrni egy apró pici pontot a homlokodon. Jani velem uh-huh. szembe ül. Megfogta a tűt, és azt mondta, hogy ez valami stresszpont, amit most uh-huh. megszúrok, kicsit azt fogod érezni, hogy úgy jó ellazulni, jó elálmosodni. Paf, beleállította a tűt a Jani fejébe, kis kopasz, kis koponyájácskába, egy paf, így megszúgta, és elégedette hátradőlt. És azt látom, egy 10 másodperc, Jani kezdi a hamuszürke lenni. Lassult a beszéde, leesett az egyik keze, leesett a másik keze, és így előre, mint egy ilyen kejfeje. Lefejeltem a pultra. Ráborult a pultra. Igen. Majdnem kinyírt. Mondtam Han Chuang Songnak, hogy igen. Nem tudom, azt természetesen én kivenném azt a tűt, mert Jani nem tűnik teljesen százasnak. Nem tudom, ti mibe mértek ott, mi centibe, meg millibe. Nem tudom, nálatok egy Szecsuan tartományban természetesen, de emberünk ráborult a klaviatúrára, talán ki kéne venni belőle azt a tűt, és akkor kicsi egyébként 1,40-es kínai kis orvos, így odapattant, és így gyorsan kirántotta a tűt, és valamit kettőt masszírozott rajtad, és így fölültél, és kezdtél újra elszíneződni. Csak már mondjuk piros színben. Döbbenetes volt. Mindezt egy tűvel egy ponton. Igen. És azt mondta, hogy nagyon sok stressz gyülem lett fel benned, de ő azt megszúrta, és ez egy picit hazavágott. Milyen érdekes, nem? A nevetet is ugyanúgy jár azért stresszel, azt gondolom, ezt itt tudjátok. Jül vagy nem. Emlékszel arra, amikor ráborultál a pultra? Rettenetes élmény volt. Tehát, hogy én azóta félek egyébként, mert a akupunktúrával nekem kezelték a derekamat. Uh-huh. És van egy ukrán doktornő, aki az időnként el szoktam menni, és az csoda. Ezt komolyan mondom, hogy ez tökéletes. De az, amikor a kis kínai ember bejött, és itt mellé lőtt, valamit benézett, nem tudom, a világítással volt-e valami gond, vagy tényleg. Nem, ő elmondta, hogy lehet ilyen hatása, csak nem számított rá, hogy ennyire hamar feldobod a pacskert. Igen. Vagy a másik az, hogy amikor hatást akar elérni vele. Tehát, hogy más az, amikor ugye kezelésre jön valaki, és én ott nem akarok hatást elérni, meg nem akarom neki fitoktatni a tudásomat, hanem nézzük meg, hogy mi van veled. És kíváncsi vagyok, hogy most akkor veled kapcsolatosan mi az, amire rájöhetek. Itt többen kérdezik, nagyon fontos, hogy Jani hajhagymáit esetleg lehet még stimulálni. Nem vállalok érte felelősséget. Nem, mert szeretném, hogyha... Tehát valami kézzelfogható bizonyíték kellene nekünk, mondjuk 2 hét múlva bejön hosszú lobonca. Lehet-e még stimulálni? Ezt én nem vállalom, hogyha van olyan kollega, akkor átadom. Nem, azt kellene, hogy legalább egységes legyen. Tehát vagy élesz fel azokat, akik félholtak, vagy pedig az összes többit is nyírt ki. Rendben. Igen. Gondolkodni fogok, kérek rá. Jani fejtetőjén a hajhagyma seregei még harcban állnak egymással. Tehát van néhány áruló. Igen, utóvéd harcokat vívnak a homlokommal. Néhányan már elhullottak, de még egy páran kitartanak, igen. Van egy klasszikus kedvenc pont a kézen, a kis ujjnak itt a legfelső ujjpercénél. Ez is egy ilyen nagyon ráharapós és nagyon fájdalmas pont, de ez egy ilyen életmentő pont. Tehát amikor elájul valaki, és tudjuk, hogy nem, tehát, hogy nem habzik a szája, nem olyan epilepsziás rohama van, akkor kimondottan ez egy olyan kis ujj? Pumpát tud, igen, kis ujj, felső ujjperc. Én volt olyan eset, amikor erre konkrétan ráharaptam, tehát foggal ráharaptam, mert ugye elájult teljesen, és egy olyan szívpumpát ad, hogy mivel itt van a szívmeridián, hogy ad egy ilyen, olyan, mint egy ilyen beébresztő. Ad meg ide a kis ujjad árabok kiütnek. Bármikor, amikor látod rajta, hogy bebobolok adás közben, harap rá. Szegény Jani, sokkolni nem sokkoljuk. Egyszer is álmos leszel adásra, hogy azt látom, hogy nincs szemkontaktus, és belebambulsz a monitorodba, oda meg olyat ráharapok a kis ujjad. Nem fogod érteni, hogy mi történik. Ugye ezt megcsináltad a fülcimpájával is. Fülcimpájával, valami meg és morogjál is hozzá. A
fülcimpáját most nem tudom megmasszírozni, mert rajta van a fülhallgató. Én azt én sohasem, hogy a fülcimpa stimulálás, az is egy ilyen vérkeringés frissítés, oxigén megy az agyba, tehát azt elkezdett dörzsölni. Nagyon kellene is. Az szenzációs. Akkor kimondottan kávé helyett szoktuk javasolni, hogy kávé helyett fáradt autóvezetés. Mi sokan ki tudják próbálni, most elkezded masszírozni mindkét fülcimpádat egyszerre, van, akinél még az hevesebb szívdobogást is okoz. Tehát, hogy fölgyorsul a pulzusod tőle. Próbáld ki. Komolyan. Tudom. Az meg a fitma. Ez a kettő nagyon működik. Hát én a fitpát már meg se érzem, úgyhogy nálam már csak a harapás megy meg a kisúly, úgyhogy igen. Ildikó, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm. Humorizálunk, de hogy azért próbáljuk ezt elfogadható köntösbe öltöztetni, úgyhogy közben azért ez valójában tényleg egy baromi hasznos dolog. Úgyhogy kell a láttérképet, Feri? Ezt itt is hagyom nektek. A másik oldalra lárajzoltam egy ilyen kéz dolgot is, mert pont a kínai orvoslásról, amit mondtál, tehát ugye az ötelemmel ugyanúgy megvan az, hogy melyik szerv hová kapcsolódik. Nagyon köszönjük az ajándékot. Balázs nem volt túl bőkezű, de köszönjük. Sárcok, a vendégeim nagyon szépen köszönjük. Nem volt olcsó, fogadjátok szeretettel. Feri visszaúszhatja a hótaposót? Nem, a gumicsizmát tesz. Ildikó, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. 8:30 múlt pontosan, 6 perccel, jövünk a hármas ugrással a hírek után. 3:49 múlt pontosan, 1 perccel, hello mindenkinek. Na, hogy vagytok? Jaj, drágáim, egész más a világ. Köszönjük, hogy új utat nyitottál ismét számunkra. Mi a jobb, a szívből semmi, vagy ez, vagy az ajándék, amikor tényleg hozok ajándékot? Bevan voltam egy kicsit, harap meg a kis ujja. Mindjárt olyat rád harapok mindjárt, hogy megbolondulsz. Jó volt? Jó. Mondjuk most nem látok, hirtelen, de jó. Nincs még beszélünk, a visszajön, és akkor azt a pontot is. Vagy ha megmondja nekünk, küldje el SMS-be. Vagy várja, itt van a térkép. Jó, én gyorsan belét harapok valahol, és akkor megmasszírozta a szememet. Fél Balázs, te menj rá a Sigma belére, én meg a féreg nyúlványát stimulálom. Azt stimuláljad. Abból nagy dolgok lesznek. Igen. Beti kérdezi, Jani, Feri, a szívből semmivel jobban jártatok volna? Kérdezi Beti. Nem. Picit mint a térdem. Azt gondolom, picit egy mikrofonolajozásod. Lehet, hogy neked segítenék. Mennyi korot áll kicsit ott? Dehogy, most már legalább áll. Már, hogy az állvány. Igen. Jani, a kuponpontot masszírozzátok, írja egy hallgató nekünk. Kuponpont. A kuponpont. Igen. Ja, jó van, na megígértem, betartottam. Ez egy új év, én most elhatároztam, hogy minden, amit megígérek, betartom. Kedden azt mondtam, hogy kaptok ajándékot, kaptok. Elmentes, február belmi szabadság, ezt is be fogod tartani. Még januárban egy kicsit csinálni. Azt még nem mondtam. Ja, de mondtam, hogy megyek egy-két napot. Ne leszel mentes a vezet, már látom, hogy kicsit úgy kétségbe esetek, és hogy ki estetek a szerepből, hogy mi van, hol van. Hol van a mi Gáborunk, lesz, csak egy órát most kivételesen csúsztattuk a rovatot, de leszel mentes a vezet. Tudod, hogy most rácsúsztam az agavéra. Rácsúsztál a szirupomra? Persze. Nagyon helyes. Nem, az agavéra, a szirupodra más csúszott rá. Rájársz a kis szirupomra? Reggelenként azt vettem észre, hogy kellemesebb az íze, mint a nyírfa cukornak. Én nyírfa cukorral fogyasztottam már most már nagyon régóta a kávét. Az is nagyon egészséges egyébként, 40%-a kevesebben a kalória, mint a répacukorban, de az agavénak kellemesebb az íze. Aha. Meg azt nem én veszem. Ugye? Még sokkal olcsóbb. Nem te vagy a kávé felelős, igen. Jól van, hármas ugráshoz érkeztünk. Jó, milyenek a kérdések, János? Hogy állunk? Szerintem vihető. Vihető? Vihető, igen. Na, megnézzük akkor, hogy ki a mai játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Halló, jó reggel. Sziasztok, Gábor vagyok, Budapestről. Szia, Gábor. Hello, Gábor. Hol vagy, mit csinálsz, miért vagy ott? 18. kerületben vagyok, raktáros. Na, kérdezőben. Raktáros. Uh-huh. 18. kerületi is vagy csak ott melózol? 18. kerületi is vagyok, ha hol a lakótelep. Földin. Úgyhogy földi vagy mindenféleképpen, és elmondom, hogy az asszony azt szoktál vizere reggel jönni. Mit szokott, mert nem villamosan. Villamosan. Janival szokott jönni minden reggel villamosan. Az asszony? A feleséged, aha. Az asszony, a feleségem, aha. Az asszony. Ez nem tudom, hát ez így, ez így. Tudom, nagyon sokan mondják így, hogy mi mentünk az asszonnyal vásárolni. Mm. Együtt tojázunk. És mit mond az asszonyod, milyen a Jani? Szimpatikusan villamosozik? Hát, szimpatikus, neki csak mindig eldugja magát, és nem mer oda menni oda, hogy autóra. A János mindig abszolút... Mindig alatt akarva, minden filmével aztán így... Igen, sapka behúz, kapucni eltakar. Igen. Az a szuper jó. Azért nehéz ilyenkor velem kontaktust teremteni, mert általában ezt most elárulom én, akkor még egy kicsit borítok még egy 20 percet, tehát hogy felszállok a buszra, és tovább alszok konkrétan.
Na, hát most szólok neki, hogy akkor kopogass meg a vállat. Jó, ugye? Nagyon fogok neki örülni. Jani, na! Tudod, én vagyok az asszony. Igen, az asszony, tudod, a villamosról. És akkor úgy, hogy arra kezd, hogy hátraesik a fejed, és akkor megriadsz egy picit, és csapkodni kezdesz, ilyen van. Hát, hogy lenne már, hát olyan nagyok azok az ülések, hogy elveszek bennük, tudod, mintha banánülések lennének, érted? Mindenki másnak nincs, nekem van fejtámla. Nem, az a legkellemetlen, mikor BKV-n úgy alszol el, hogy arra ébredsz föl, hogy hátraesett a fejed, és az egész kicsit ilyen kellemetlen, körbenézel, tudod, nyomorultul, hogy ezt kivette észre, próbálsz úgy csinálni, mint a természetes lett volna a mozdulat. Nyáron, amikor szürke póló van rajtad, és egy kis nyálcsöp így. Elindult. Egy sabzik is hozzá. Igen, de azért, az csak nem. Na jó van, oké, megnézzük, hogy hogy mennek a kérdések. Van segítséged? Van segítségem, itt vannak a srác karakterból, hogy segítenek ők is. Na, tényleg? Kik vannak ott, vagy kik segítenek? Hát elég sokan vagyunk egy tízek körülbelül. Most így hallgatjuk, az egy olyan négy-öt ember. Leállt a munka ott a raktárban? Már most leállt, most mindenki jön ide, az utakat segíteni akar. Na jó, nézzük akkor. De szerintem menni fog. Oké, így szól az első kérdés dedikált nyakbaakasztóért. Melyik hazai város kézilabda csapatának játékos a Görbic Anita? Győri Eto. Így van. A világ második legjobb kézilabdásával választották. Nem tudom, ki nyert, nem tudom, hogy pár ponttal maradt. Ő már volt a legjobb is. Igen? Igen. Menjünk tovább? Menjünk, mindenképp. Mindenképp. Dedikált egéralátétért vagy szatyorért, így szól a második kérdés. Milyen állat látható a Lamborghini autók emblémájában? Ne kapkodj! Egy bika. Így van! Én is kapkodok. Mutogatok a csátok, örül mindenki, király. Nagyon jól megy, nagyon jól hasítottok eddig. Mi legyen a harmadik kérdéssel neki? Menjünk? Menjünk. Így szól a harmadik kérdés dedikált sapkáját. Ki rendezte a Wall Street Farkasa című filmet? Egy vadonatúj filmről van szó. Hú, ezt csak kell tudja. Az igen. Hát kérdezd meg. Kérdezz, hajolj le hozzá. Mutatkozz be neki. Gábor, hallod? Ugye, csak én vagyok, hát tudod? Senki nem látta? Nem jártok meg a moziban? Senki nem látta. Mi volt az utolsó film, amit moziban láttál? Ben Hur. Két kaliber. Az igen. Nagyon jó film. Az teljesen rendben van. Egyik kedves részt. Denzel Washington, Mark Wahlberg. Jó film. Így van. Igen. Jó. Ez nem lesz meg. Nagy a csönd. Hát nagy a csönd. Nincsen net. Nincsen. Hát tisztességes, raktáros emberek nem netről játszanak. Melóznak, nem beszélsz hozzá. Nem izé van ott. Hát, Martin Scorsese. Csak. És Leonardo DiCaprio főszereplésével most van a mozikban a film, hát, és nagyon jónak ígérkezik. Akkor is valamit kell néznem. Tényleg jó egyébként, nézd meg. Jó? Köszönjük a játékot. Ja, bum marad, de már is köszöntem. Annyira ritkán van. Egy nagy bumot nyomunk? Persze, bocsánat. Na, hívom a srácokat, és akkor nyomunk egy óriási bumot. Jó, majdnem elfelejtettem. Oké, mehetünk, jó? Figyelj! Indulnak az ajándékcsomagok, figyelj, Tiki, Taki, mehet. Hogy? Bocsánat, ezt nem érzékelte a szoftver. Erre nem indul el, nyomsz még egyet? Gyertek vissza, nem indul el. Na. Ez nem te vagy ott, valaki hátulról nyomja, vagy te kiabálsz? Mindenki. Na, akkor még egyet, mert közelebb, még, közelebb valahogy is, még nagyobb, erre nem tudott elindulni. Igen, nagyon fura. Mi van, valakit elgázolt a targonca? Ez úgy tűnik, hogy valaki erőködve a recsóni. Figyelj, végig fognak menni az ajándékok, és nem indul el a gép. Már olyan sok ajándék elment így a fejünk fölött, hogy na, egy nagyon még durvábbat, jó? Egy nagyon durvább. Semmi, nem, egyszerűen nem. Ez valami nem indul el. Hát nem indul el, és nem. Na. Jézus, most mi van, ez gyakorolsz? Csak dobtad. Ebben most nem hittél igazán, várjál, ebben nem hittél igazán. Na. Ebben nem. Igen. Boom! De nem, ez egyre hitte hagyott volt a lemondás. Hát ez annyira hitte hagyott, hogy ez most már maga tényleg a lemondás. Hát ez a boom, ez volt az utolsó metró. Na boom, na. Majd gyalogolok hazáig. Nem. Akkor. Hogy? Ez már a boom volt? Most a többiek, ez már a boom volt? A többieket vízbe fújtottad kezdve? Olyan hang jött. Na.
Ne adjuk föl, ne adjuk föl, el fog ez indulni, csak valamit a szoftver most nem érzékel. Na mondjad, Gábor, gyerünk! Boom! Vágni. Hát igen. Itt már mindenbe indult. Vágni. Mindenbe elindult. Azt a vízőséget. Megszenvedtél ezzel. Egy bum után most már átért. Gábor. Így üvöltöttük magunkat. Igen. Hányan bumoztatok egyszerre? Hát most itt voltunk vagy heten. Nagy küzdés volt. Hát igen, hallottátok. Igen, de megvan az ajándékcsomag, gratulálunk, jó? Ó, de jó, hát ennek nagyon örülök, köszönöm szépen. Küldjük nektek. Köszönöm. Ciao. Sziasztok. Hello. Na. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Szegénykém, hát megdolgozott érte. Hú. Ugye? De csak összejött a végén. Négy ember ilyen halkan olyan. Na, gyerekek, mit mondanak, mikor ér ide ez a hideg? Azt mondtátok, most hétvégéig még melegszik, nem? Még a jövő héten is ilyen kis nyúlos, nyálkás, nedves, taknyos, nyírkos idő lesz. Ja, jó, értem, én. Ja, hát, nyúlos, hát megállhatsz, abszolút értettem, hogy mire gondolsz. Nagyon durva képeket mutogatott a Jani. Amerikában konkrétan tehenek dőlnek el balra, és fagynak meg hirtelen. Ugye mínusz 30-at meg kevésbé bírják. Nagyon súlyos, az egyik kedves hallgatónk küldte el, hogy nálunk mínusz 45 fok van. Mínusz 45 fok, Észak-Dakota. Ádám volt az, aki elküldte, és megfagyott tehenek. Vannak a képeken. Nagyon súlyos. Ilyenkor miért nem fontos, hogy bevigyék őket valahova? Tehát, hogy... Lehet, hogy ilyen ridegtartású is nincs. Igen? Helyük. Hogy ezt eljegyeztesz, az micsoda? Vagy ez mit jelent? Hagyjad meg később, elmegyünk erre a dologra. Hogy nem simogatják? Vagy az olyan, ahogy te bánsz velünk a ridegtartásért. Csúnyán beszélnek vele, és bántják sokat. Kicsapsz minket ide a szérűre. Nem is akkor oldja meg a tehén? Vagy ez hogy van ilyenkor, hogy lehet, hogy nem tudod kimenni akkor a hú. Nem, lehet, a gazda nem hogy beterelni. Így szemre, ahogy így elnézegettem a teheneket, már amennyire értek hozzá, ezek fiatal jószágok voltak. Valószínűleg az ő immunrendszerük még nem volt annyira erős, hogy ezeket túlélje, vagy ezt túlélje. Valószínűleg nagyon gyorsan hűlhetett le a levegő. Mínusz 30 és mínusz 40 ott már szerintem azért egy jó immunrendszerű tehén is azért felzsikolt. Igen. A többi magát mindenféle prebiotikummal azért vagy, ott... Vagy ez egy nagyon nagy csorda volt, és mire az utolsók beértek, akkor ám addigra ugye. Igen, elhullott. Na jó van. Elmentes övezetünk egy kicsit eltolódott, de lesz, érkezik hozzánk, ami drága Gáborunk. Ez megy ilyen ezoterikus nap, kicsit így jöttek össze vendégek. Vagy ha nem éri, de legyen jövő héten csütörtökön 2. Igen, 8-tól egészen 10-ig. Tehát ami csütörtökön 8 órakor szokott lenni, az most lesz a 9 órás hírek után. Jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 9 óra múlt pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri. Hello. Kiment, hát ilyenkor már ja, van be, egy csomó, minden büfé kinyitott, bankautomata készen áll. ATM-ek kinyitottak, lehet pénzt lekérni. Nem, szerintem most az én képzett lábgombámat távolítja el. De mely vegetáriánus, most mit tudod fél? Az igaz, hát most mit kell? Most finnyáskodik. Gomba jó, nem? Hát most értettem, nem tudom, ami nem tudom, pármai sonka lett volna a lábod, azt megérte, hogy menekül, de... Itt van. Talált egy új ATM-et? Raktak ide a sarokra ATM-et, hogy mi történt? Ildikó mellé nyomott, és beindultam a bélműködés. Trafi az M35-ösön Pest felé a 7-es kilométernél. Lui küldte nekünk. KPM ellenőrzés van Szilvásvárad belterületén. De Ádám küldte nekünk. Jaj, gyerekek, az újonnan Peti Gergőbe a család Szilvásváradra megy, és minden este elolvasom a Szilvásváradot. Erő jutott eszemben. Minden este. Most Szilvásvárad van. Szilvásvárad van, Gergő minden tönkretesz, és hasfájás. Most ez őrületesen nagy sláger. De ez jó, legalább rövid viszonylagosan. Ugye ez egy epizód csak. Ez három különböző mese volt. Aha. A hasfájás, a Gergő minden tönkretesz, ja. Meg a Szilvás. A Szilvásvárad az egy 15 oldal, rajzokkal minden együtt. Anna Peti Gergő, ne hát neked is, ismerjük. Nem? Hogy mi? Hogy jobban bocsa, Anna Peti Gergő, nálunk meg most még az aranyhaj van. Aranyhaj? Azért nem szerintem, mert nagyon hosszú. Tehát én már alszom.
tegnap annyira fáradt voltam, hogy, hogy mentem a Benit altatni, és most Grimmet olvasok, neki nagyon szereti. És tegnap megtévesztettem saját gyermekemet, beraktam az ágy alá a Grimm meséket, betoltam, gyorsan látom, hogy nem veszi észre, betoltam, és mondom, elvitték a manók a Grimm mesét, nem tudok. Milyen manók mesél róluk? Nem mondom, sajnos Penny, most mondom, két Anna Peti lesz, persze annak ugyanúgy örült, hogy gyorsan betoltam a Grimm, írtózatosan hosszú. Tehát ott náluk egy laza hófehérke, az egy a 25 oldal. És így ott végig, tehát és nem úgy, hogy nagy kép egy kis pár sorral. Persze, az végig kell tolni. Nálunk most James Harry ott megy. Egy brit állatorvos, ott nagyon vicces könyveket írt. És a Virág olvassa neked? De a Móni olvassa nekünk. Fekszel a kiságban egy cubival a számba. És jó egyébként? Nagyon jó. Nagyon jó. Ráadásul most egy Kedrick nevű boxerről mesélt tegnap. Két részbe fogja előadni, ami kísértetésen hasonlít a mi Deninkre, ugyanis az a problémája, hogy meglehetősen sokat szellentés. Na, hát az a boxerek ilyenek. Ilyenek. Várom már, hogy a Benny is nagyobb legyen abból a szemben, hogy egy kicsit ilyen összetettebb meséket lehessen neki olvasni. Hát meg tudja egyedül olvasni. Hát nyilván aztán a legjobban, nem. Amikor már tudod, én kicsit így tudsz már nyitni, és akkor ezek a kicsit, nem mondom, hogy bugyután, mert neki nyilván nem bugyuta, hanem amit már úgy azért te is tudsz majd olvasni, kicsit összetettebb mesék például, azért azok jók tudnak lenni. Nagyon szeretem, az esti olvasás nagyon jó. Hát vagyok, én is ezen megdöbbenek. Nálunk is volt ez a Peti Gergő vonal egy ideje. De csak mondom, hogy most tegnap egy Hermo Hesse-t fejeztünk be. Azt nem szerette annyira a gyerek szerintem, de... Uh-huh. De mondtad, hogy a Szolovnak a Csendes Johnját is nagyon így szereti. Így van, nagyon egyébként. Nagyon jól arcik rá egyébként. Így van, és a Mertől a mesterségem a halált is. Vidám történetek ezek. Na jó van, egy rovatunk elmaradt, de nem marad el, csak áttettük, mert így tudtunk most mindenkit diszponálni. De csütörtök van. Ez pedig ugye hát tulajdonképpen a csütörtök morning show-ban már csak egyetlen egyet jelenthet, hogy újra kicsit elkalózolulak benneteket az elmentes övezetbe, de semmi megterhelő nem lesz most. Ó, eddig se volt. Hát itt nem úgy értem, szavatokat. Nem lesz, hogy mit ne együnk meg, mi a baj. Most egy ilyen lazább, könnyedebb kis valamivel készültünk nektek. Nem fogsz büntetni minket, nem fogtok ostorozni minket az életmódunkért. Hogy te szerencsétlen hülye a kolbásszal, te másik a cukorral. Mi mindig azt mondjuk Gáborral, hogy mi csak azért beszélünk erről, hogy tudjátok, a választás lehetősége mindig a tiétek. Jó? De mi már döntöttünk. De nem, jó lesz egyébként. Én már agavéfan vagyok. Ezt majd a Gábornak elmondjuk. Na, mindjárt meghallgatjátok, miről lesz szó. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyezik, ételeinket mérgezik, az állataikat pusztítják. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztó, antibiotikummal szennyező, lejárt savatosságú ételeket cikkéztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázssal! Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gyerekek, nyugalom, itt vagyok. Köszönjük, mester. Hála jó Istennek. Láttam, hogy kicsit elveszett báránykáim, itt sétálgattak, jöttek mentek, kolbászoltok, de nincs baj. Gábor, hello, jó reggelt! Hello. Jó reggelt nektek! Tóth Gábor, élelmiszeripari mérnök, megérkezett. Hello, Gábor! Szervusztok! Ahogy itt a mesékről beszéltetek, eszembe jutott, hogy miért nem alkotunk olyan meséket, amik a reformtáplálkozásról szólnak. Például a mese a tönköly búzáról. És kevésbé édesek, és nincs bennük cukor! A sárgarépaléről, a csicsók, a sűrítményekről. Egyébként tényleg, hát, van ilyen. Terka a piacon, ez a címe, és akkor igen, arra nevel, hogy sok zöldséget tegyen a terka, sok karfiolt, répát, zöld borsót. És elszámokról is beszél, élelmiszeripari műveletekről, amit abban nem megy bele. Azért ezek 5 éves gyerekek. Ilyen meséket csak te élvezni. Csak Benninek már szintén applikációja van, és ő szedi le az elszámokat, és kérdezi, hogy E300 az micsoda, apa? És akkor mondjuk neki, mi az E300. Az éppen a C-vitamin. Az igen, az az aszkorbinsav. Csak mondom egyébként, hogy az egyik gyerek meséim közül az egyik legnagyobb kedvencem talán egy Gőgös Gunár Gedeon volt, a Zabkás a hegyen való átkelés. Tényleg? Ahol megálltak mindig az autók, és megmaradt, és mindenki kapott egy kis evőkanalat, hogy rágja át magát. Mindenkinek ennie kellett ahhoz, hogy átjuthasson egyen. És a Zabkása, ugye ez nagyon egészséges táplálék.
Akkor helyben vagyunk. Na, ugye túl vagyunk a karácsonyon, mindenki hülyére zabálta magát, ugye, és akkor indulnak a nagy böjtök, meg a megvonások, meg most az ember megpróbálja a lelkiismereti okok miatt is egy kicsit ugye hát ledolgozni a felszedett kilókat, és hát ilyenkor ugye a kérdés, hogy mit lehet enni, vagy mi az, ami jó, mi az, ami nem, mi az, ami segít a fáradt gyomornak, a hülyére zabált. Én már hülye voltam előtte is, de tényleg zabáltam, mint a disznó. Igen, hát ez a január, ugye hát ilyenkor mindenki elkezd egy kicsit böjtölni, káros módon elindulnak a különböző fogyókúrák, mindenki gyorsan elkezdi magát a különböző vitaminokkal tolni, mert azt gondolja, hogy az jó. De őszintén, ki figyel olyankor oda? Most, szerintem januárban, már nem, decemberben senki. Az ünnepekben senkinek. Oda tettek elém egy ilyen édesipari bőségtálat az egyik haveroméknál, és volt rajta ilyen kekstorta, volt rajta mákos, ilyen, hogy hívják, ilyen kis fehér kifli, volt rajta zserbo, én mindegyikből úgy toltam, mintha az életem volna A mákkal rajta. Például Gábor Erős is meg így, mert nagyon jót tettem, ezt kevesen tudják, hogy például a mákolaj az a csontképződésben nagyon-nagyon jó. Minden nőnek egyébként 40 fölött két kanál mákolajat meg kellene enni. És ezt nem használják, hiszák a tejet, mert azt hiszik, hogy jó kálciumra, de nem, mákolajat kell enni, ha te nem akarsz mondjuk csontritkulásban szenvedni. Hosszabb folyamat, 8 hónap, egy év, mire megerősíti a csontrendszert, de napi két kanál hidegen préselt mákolaj, az például a nőknek nagyon-nagyon fontos. A mákolaj ez tök jól hangzik egyébként. Az a legnagyobb, amit lemagolaj, tök magolaj. Hát inkább azért hidegen. Azzal csinálsz olyan intenzív mákíze van, hogy megjön. De a csontképződése például nagyon jó. Tehát mértékkel rendszeresen használjuk, de kisebb mennyiséget. A foszfor és kálcium van benne. Igen. Én egyébként érzem rajtatok, hogy keresők vagytok még valamilyen szinten, és Ferin is látom azt, hogy nem csak a hústermékek körében keres, hanem esetleg majd a káposzták körében is fog keresni. Majd, hogy említjük, hogy a... Az a buja káposzta iránti vágy, ott csillog a szemében. A tőtött káposzta iránt. Ott van, én elmondom neked, hogy tegnap sült céklasaláta volt nálunk az a vacsora, és ráadásul egy sütőtökös fasírt. Tehát, hogy ez fantasztikus. Aranyosan vagytok. Igen, és ez lesz holnap. És ki a fasírt írta neked? Hát azt megírták a fasírt, megint megcsináltam, ennyi. Ennyi, és egyébként pedig hát a lájkos januárokról meg annyit, hogy disznóvágás kezdődik, úgyhogy egyébként szombaton. Egyébként indul a szezon. Figyelünk. Na, szóval a fáradt gyomrot mivel lehet ilyenkor? Mi az, ami az embert egy kicsit kiméli ilyenkor? Gábor, miket szedtél össze? Az első szabály az, hogy kevesebbet eszünk, de nem böjtölünk, tehát nem koptalunk januárban, bármilyen fogadalmat is tettünk. Nem szabad, ez a másik véglet nem fog sikerülni igazán, mert januárban a szervezet még nem igazán tud fogyni. Ilyenkor még téli alvásban vagyunk, az azt jelenti, idézőjelben, az azt jelenti, hogy a szervezet halmoz, majd csak tavasztól kezd el a súly jobban lemenni. A lényeg az, hogy ilyenkor emeljük a nyersek, a párolt zöldségek, nyerzöldségek arányát, a gyümölcsök közül az almát és a citromot, a zöldségfélék közül pedig a káposztát és az uborkát. Ez most két-három kiragadott példa volt. És ez miért jó? Ezek azért jók, mert kifejezetten frissítenek. Most én majdnem felsorolhattam volna az összes zöldséget és gyümölcsöt, de a felsoroltaknál jelenik meg az, hogy a népgyógyászati tapasztalatok, ugye, amik itt dominálnak, illetve az antik korok, ugye Rómában, a nagy orgiák előtt káposztanapot tartottak. Tehát igazándiból, itt most nem az orgiákat reklámozom, hanem a káposztát, ha szabad. Nincs semmi gond ezzel. Kicsit, ez egy nagyon kellemes áru kapcsolás. Ügyenben tudunk a káposzta felé menni. Tehát az orgia előtt káposztanapot tartottak? Igen, ez egy ilyen tisztító nap? Egy római író, Kátó volt az, aki megírta, hogy ha valaki mondjuk arra készül, hogy tivornyázik, akkor, és az elkerülhetetlen az ő számára, akkor káposztát, egyen nyers káposztát ettek. Később ugye a tatárok, kelták, már ugrottam az időben, elterjesztik a savanyított káposztát, hogy eltartható is legyen. Igazából a savanyú káposzta, a kovászos uborka, maga a nyers káposzta és nyers uborka is kifejezetten részegség ellenható, tehát józanító hatás van a káposzta. Igen. És úgy tudom, hogy a keltáknak köthetők a keltétákig. Szerintem ti most elvicceljétek ezt a komoly kérdést. Nem, ez nagyon fontos. Ettél káposztát? Ettem. Mikor? Ettem hát. Más naposságra. A savanyú káposzta, savanyú minden káposzt. Savanyú lé, jó, az uborkalé is, ugye a savanyú uborkának a leve. Persze ez mind segít. És ez gyomor kimélő is egyébként? Ez a káposztáról az ember nem gondolná, nem? Mindenképpen, mivel mondjuk a savanyított káposzta ez teljesen vasan erjed, ami azt jelenti, hogy erjesztett, ami azt jelenti, hogy segíti az emésztést. Minden, ami fermentál, teljesen vasan erjesztett, az segít. Biztos hallottatok arról, hogy a várandós anyukák mennyire kívánják a kovászos uborkát, vagy annak a levét. És érdekes, hogy a szervezet itt mennyire jelzi azt, hogy ugye amikor a szervezet ugye az anyuka, a kismama szervezetében növekszik egy baba, akkor a szervezet keresi azokat az eszközöket, hogy frissüljön, hogy erőt kapjon, és ezért igényli ezeket az élelmiszereket.
az a kár, hogy más esetben, amikor az ember mondjuk nem várandós, akkor nem eszik, nem iszik annyira ilyen egészséges dolgokat. Tehát a savanyok káposztát én most javasolom, és nézzétek meg, hogy ilyenkor télen mi az, ami felelhető. Nyilván én nem a narancsot meg a grapefruitot falom, bár azok se rosszak, hanem amik eltárolható zöldségek és gyümölcsök, sárgarépa, sárgarépalé, ugye az alma. Az alma az egyik legjobb frissítő, és ha valaki mondjuk úgymond buliba készül, akkor érdekes, hogy az emberek a másnaposságról sokat beszélnek, hallottam, hogy ti is beszéltetek itt a toxikológia kapcsán, de ki az, aki előre készül arra, hogy mondjuk este vagy délután mondjuk nagyot fog ebédelni, akkor ki az, aki előző nap készül rá? Ugyanis Rómában ugye felismerték azt, hogy előzd meg a bajt, előtte egyél valamit, ami neked csökkenteni fogja a tüneteket, ne utána, ne másnap gondolkodjál, hanem előtte. Egyébként az olívabogyó is ilyen, az is fermentált, olívabogyó, olívaolaj, és a kókuszsír, vagy pálmazsír, ugye ez két különböző zsíradékfajta, ezek kímélő zsírok, tehát sokkal jobbak, mint a sertészsír, a szervezet, a gyomor, a bélszempontjából. És például annál gyereknél, akinél nem lehet lenyomni semmiféle zöldséget, egy gyümölcsöt, azért sok ilyen van, nem? Szerintem, hát a gyerekek azért általában ezt így ritkábban eszik, ott például mi az, ami... Savanyú káposztát sem? Savanyú káposztát? Hát azt lehet, nem tudom, csak ugye sok gyerek van, akinél aztán le nem nyomod a főzeléket, vagy a zöldséget a torkán. Almalé. Almalé? Az alma, tehát reszelt alma mézzel, és az almalé. Legtöbb gyermek szereti az édes ízű leveket, és a 100%-os, tehát a juice-ról beszélek, a 100%-os almalevekre gondolok, az kifejezetten segíti. Ugye a máj működés szempontjából fontos még a homoktöv is, készítmények, a mária töv is, ugye ez két külön növény megint, csak a töv is szóhoz szólít, mária töv is mag készítmények, illetve a csicsóka, amiről már egy szót ejtettem, én személy szerint ennek a kutatással is foglalkozom, a csicsóka sűrítményeknek kifejezetten klinikailag azt tapasztalták ez esetben, hogy csökkenti a másnaposságot, főleg az édesített, a csicsóka fruktózus formája az másnaposság ellen hat a Kaposvári megyei kórház szerint. Az ilyenek, mint például a répa belereszelése mondjuk a húsba, vagy húskészítőnyekbe, például fasírba, vagy ilyesmi, az megoldás lehet arra, hogyha mondjuk a gyerek nem akar fogyasztani zöldségeket? Nagyon sokat számít. Egyébként répafasírt létezik is, de hogyha mondjuk valamivel együtt, gondolom, hogy a hús játszik szerepet, ha jól értettem, mellett és a sárgarépa. Ne felejtsük el, hogy a karotin, ami a répában van, az nem hőérzékeny. Tehát az egy fasírban is benne marad. Ahogy a C-vitamin az hőérzékeny, egyes B-vitaminok hőérzékenyek, ezért a csírák, az élesztő hatása az ugye jelentős. Régen emlékeztek talán, hogy idősebb Sirilla György javasolta az élesztő fogyasztását, hogy attól ki fog nőni a haj, meg egyebek. Ma már hát az élesztő... Egyel, aki akarja, nem? Gyerekek, hát nem komolyan, hogy azért az ember legyen a talpának, kell, hogy lecsippent egy darabot minden azért nap, és így bedobja. Azért a számba gyermekkoromban kis élesztő darabokat, és egyszer-egyszer elfért, viszont nagyon tömény. De azért nem rajongtál érte valószínűleg. Nem, de amikor az ember már tudja, hogy valami jó, akkor erősítsetek meg, hogy ez így van-e, akkor egy picit rábírja magát arra, hogy fogyassza. Egyébként a sörélesztő pehely, az élesztő por, ezek sajtos ízt adnak az ételeknek, tehát a reform konyhában az élesztő port, illetve a sörélesztő pehelyet abszolút vegán sajtok készítése. Hát igen, mert azt úgy darabban egyébként nem eszem. Nem finom. Na, a másik fontos, amiről még akarunk beszélni a mai rovatban, hogy ugye mindenki tömi magát vitaminnal, és itt baromi sok mindent lehet olvasni, nagyon sok fórumon sokféle dolgot mondanak. Mennyi a napi adag, mekkora dózis tojás, sokat tojás, kevesebbet tojás. Hogy te így mit tanácsolsz, vagy mi az, ami jó? Akár gyerekeknek, akár felnőtteknek, miből vigyék be, és mit vigyenek be? Igen, két dolgot emelnék ki. Az egyik az, hogy lassan megszűnik az A-tól Z-ig divat. Az azt jelenti, ugye, hogy minden vitamin benne van egy kapszulában, mert zavarják egymást. Ugye ma már biokémiai alapelv, hogy a túl sok az antagonista lehet, tehát egymás zavaró vitaminok is lehetnek, vagy ásványok. Ezért német kutatások szerint az a szerencsésebb, ha mondjuk valamiben csak 3-4 féle anyag van. Például A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin és szelén. Ugye ez a 4 nagy antioxidáns, ezek együtt adása sokkal hasznosabb, mint amiben több 100 féle hatóanyag van. Ezen kívül ez az egyik dolog, a másik dolog pedig az, hogy élelmiszerrel együtt adva, élelmiszermátrixnak hívjuk, tehát az almalével, narancslével, citromlével együtt bevitt aszkorbinsav, ból sokkal több szívódik föl, mint a töltött káposzta, vagy a mondjuk ez éppen nem biztos, hogy jó például, mert a káposztában is van C-vitamin, mint mondjuk egy húshas, mondjuk körömpörkölt után elfogyasztott C-vitamin, az nem annyira szívódik, mert nincs meg az a segítő csapat a
C-vitamin mellett, ami benne van a citromátrixban. Tehát ha mondjuk valaki csak sima aszkorbinsavat ad a gyereknek, sima C-vitamint, abból kevesebb szívódik fel, mint a olyan C-vitamin készít, mint vásárol, amiben van mondjuk csipkebogyó, és akkor egy természetes vívőanyagon keresztül szívódik föl. Így van a vagy mondjuk narancslével adja be neki. Így van, de figyeljetek meg, hogy most már a vitamin készítmények egy része ezzel dolgozik. Szent György is kimondta, és ezt érdemes, ha valaki Szent Györgyi professzortól idézi a C-vitamin napot. Na, sokan nem tudják, hogy ő hogy ette azt a C-vitamin, mert nem aszkorbinsav formája, vagy tehát az, de hogy ő paprika örleményből. Ő már felfedezte, hogy paprikával együtt bevívve sokkal jobb, illetve a P-vitaminokról beszélt, ugye a P-vitaminok ezek a növényi színanyagok, tehát hogyha Szent Györgyi ma élne és publikálhatna, biztos vagyok benne, hogy nem azt mondaná, hogy csak C-vitamin, hanem az egyéb, úgynevezett szinergensek, az egyéb anyagokkal együtt vinné be a C-vitamint, akár piros paprika, akár sima paprika örleménnyel, citrus flavonoidokkal, biztos, hogy több szívódik fel is. Hadd tegyem hozzá, hogy a vesét is kevésbé károsítja akkor a C-vitamin. És azon gyerekek, akik csak egy sima C-vitamin tablettát kapnak, amiben csak aszkorbinsav van, akkor egy az árt a veséjüknek? Vita van erről. Egy jó része távozik, ugye a C-vitamin lebomlási folyamatában oxalát képződik a felesleges C-vitaminból, aszkorbinsavból és az oxalát, ugye egyeseknél, akik arra hajlamosak, vesekőképző lehet, nyilván ez egyéb dolgoktól is függ. Én azt mondom, hogy a C-vitamin mellett E-vitamint és A-vitamint adunk, ugye ezek egymást is védik a szervezetben, tehát ugye a hidegen sajtolt olajok, a színes narancssárga levek, a répa, időnként a sárga répalékúra, ne felejtsük, hogy tavasszal a sárga répában lévő karotin az a bőr alá bekerülve véd az UV-sugárzástól, tehát a napvédelmet is szolgálja. A C-vitamin kérdés már én szerintem olyan szempontból túlhaladott, hogy nem egyedül áll a C-vitamin, hanem másokkal együtt. Ezeket érdemes figyelembe venni. Tehát sima C-vitamin például nem jó a gyereknek akkor. Uh-huh. Az nem említett P-vitamin, az mire jó? Mert tínédzser koromban mi a P-vitamint a Postinol antibaby tablettára használtuk, de mondom, hogy ez már annyira szerencsés. Divatja múlt is. Kevésbé szerencsés felhasználás. A Szent György azt vette észre, hogy a bizonyos növényi színanyagok, piros, narancssárga, egyéb színek, azok a keringést védik, az erek áteresztő képességét megváltoztatják, és ma már a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésének egy korszerű eszközévé váltak a flavonoidok. Biztos láttatok már ilyet, hogy céklapor, instant kökénypor, és ezeket lehet kapni, ezeket ha vízbe tesszük, akkor szív- és érvédő, energetizáló, agyműködéssel kettő komponenseket. Hát és nagyon egészséges természetes ételfestékek is például. De most komolyan mondom, tehát hogy például a cukrászipari termékeknél a céklaport azt simán fel lehet használni színezőanyagként, de akkor ezek szerint nem csak egy színezőanyag, hanem ennél sokkal komolyabb hatása. Hogy hallottuk, ebből van, meg a bíbor tetűt használják. Céklánk van nekik bíbor tetűk. Az létezhetetlen, hogy mondjuk zöldséggel és gyümölcsel annyi vitamint beviszel a szervezetedbe, hogy nincs szükséged ilyen egyéb kapszulákra? Szerintem megoldható, de nem csak a gyümölcs-zöldségnek a nyers formájával, hanem a levekkel. Aha. Úgy nevezzük ezt, hogy koncentrált élelmiszerek. Ilyenek az olajok, ilyenek a sajtolt levek, ilyen a csíramálé például, nem tudom, ettetek-e már jó kis kemencébe sült csíramálét, buza csíramálét. Régen ezt adták a gyerekeknek, akik nem fejlődtek. Nem, de hozhatsz a jövétem. Mindent szívesen megkóstolunk. Csíreztetják a búzát, és akkor annak a zörleményével készítenek valamit. Ez B-vitaminban igen gazdag, ezek frissítenek. Én azt gondolom, hogy technikailag megvannak azok az élelmiszerek, amikből föl lehet venni. Én azért hozzáteszem, hogy ősztől tavaszig hasznosnak érzek egy-egy kis kúrát, valamilyen étrendi kiegészítő kúrát. Ezt mindenkire rá lehet bízni, hogy mit választ. Csak ebben legyenek gyógyhatóanyagok, ne szintetikus vitaminok, hanem legyenek gyümölcsökből kivont flavonoidok, tehát természetes komponensek, amik segítik a fölszívódást. D-vitamint hogy vigyen be az ember ilyenkor? Ugye ezt is mondják, ez a nagy sláger télen a D-vitamin, hogy az mennyire kellene, és a magyar lakosság 90%-a D-vitamin hiányos. Mi az, ami jó? Hát állati termékekben van, de én sajnos nem mondhatom nektek nyugodt szívvel, hogy adjunk sok májat, mert ugye az a méregtelenítő szerve az állatnak. A D-vitaminnál... Vagy mondom, ha már máj, akkor csirkemáj, nem? Inkább, mint a disznó. A legtöbb a halmájban van egyébként. Halolajban. A baromfi, illetve a sertésmáj. Az a baj, hogy ezekben rengeteg a toxin, vagy lehet benne toxin. A lényeg, hogy a D-vitamint én inkább kiegészítő formájában adnám, nagyon egyszerű formában, tehát a D3 vitamint ma már el tudjuk érni számos formában, és ilyenkor január-februárban szinte minden családban hasznos volna, hogyha D-vitamint adna a gyermeknek, és önmagának is, a családfő vagy a háziasszony. Kérdezi valaki a lugosítást, ugye erről is megoszlik a dolog, a szakma, hogy most lehet-e lugosítani, kell-e, nagyon sok orvos mondja, hogy nincs ilyen, hogy lugosítás,
Te mit mondasz erről, hogyha valaki logosítani akar, tud-e, és ha igen, akkor hogy? Egy kicsit elsavasodtunk a december második felében elfogyasztott ételektől, ezzel most nagyon finoman fogalmazta. És a logosításban a zöldségek szerepe kiemelkedő, és én most szándékosan nem annyira a gyümölcsökről beszélek, biztos érzitek, hanem a zöldségekről. Tehát ez a január-február időszak, ez kifejezetten a nyers párolt zöldségekről szóló időszak, azt gondolom, ezek a legjobb logosítók. A gyümölcsök közül az asszalványok, amik elérhetők, ezek is logosítanak. Natolja, füge, ezeket jól meg kell mosni, azért hozzáteszem. Igen? Igen, mert hozza a mikroflórát külföldről, nagyon távoli afrikai. Semmit nem lehet májóízűen a gyerek kezébe adni, nem? Lehet, csak előtte meg kell mosni. Tehát, hogyha nem akartok afrikai, dél-amerikai mikroflórát kapni a fügével a gyomrotokba, akkor érdemes alaposan meleg vízzel átmosni a fügét és a datóját is, mindent, hiszen nem tisztítja az valiton, nem? Az aszalt szilva van egy csomó, persze. Így van, csak azt nem biztos, hogy mindenki bírja, mert akkor... Ja, ott egyéb. Igen, egy helyiségre kell menni. Egyébként az aszalt szilva egy fantasztikus vaspótló és emésztésjavító, akinek mondjuk székfekedéses problémái vannak, nagyon jó. Miért van kevesebb vitamin a zöldségekben, mint régen? Ugye ezt is sokszor lehet, hogy régen meg kellett egy paprikát, most meg kellett 6 paprikát, hogy ugyanazt a vitamin be tud vinni. Elsavasodott a talaj is, tehát a föld maga is savasodik. Németország irányából érkezik a savas eső Magyarországra, és ez kivonja a messzet, és kivonja az ásványok egy részét a talajból. Folyamatosan, fokozatosan csökken a talajnak az értéke, és nyilván tudjátok, hogy ha a talaj értéke csökken, akkor a növény sem tud annyit felszívni belőle, ez a problémánk. És a természetes érésnek a hiánya is, hogy ugye azt az időszakot nem tölti kint a napon a zöldség meg a gyümölcs, amit egyébként kint kellene töltenie, igen, hanem kényszer érlelik. És igen, illetve megjelentek ugye ezek a fóliák, üvegházak, egyebek, tehát más technológia van már, szintén ugye a rendesen trágyázott növény is más vitamintartalma, mint a műtrágyázott. Erről vannak azért vélemények. Lényeg az, hogy csökken a tápanyagtartalom, de én megmondom őszintén, nem falom a vitaminokat. Én azt hiszem, hogyha ugye például a sport, aki sportolnak, a beépülése javulni fog. Időnként a kevesebb több. Ha túl sokat eszünk egyszerre, annak minimális része tud felszívódni, ezért ha kevesebbet eszünk egyszerre, de azt jól megrágjuk, akkor ugye a felület más lesz, egészen más mennyiség szívódik fel. Sokszor a legapróbb dolgokon múlik az emésztés. Tehát nem mindig a mennyiség számít, amit én kiveszek a tányérban, hanem az, ami beépül, az, amit megrágtam, amit megemésztettem. Az sem mindegy, hogy mire gondoltok evés közben. Egyébként ugye ez a gasztropszichológia területe, hogy a gondolkodás, a gondolatok. Ugye például hívő emberek imádkozni szoktak evés előtt, és érdekes, hogy ugye a pozitív gondolatok, a hála a szervezetre visszahadnak. Ilyen érdekes belső összefüggések vannak. Ugye igen, ez az asztali áldás, ez milyen hasznos dolog volt. Véletlen. Igen, ez nem egy véletlen dolog. Igen. Én a desszertre szoktam gondolni mindig. De olyan, már csak az igen, az evés közben az ivásra. Igen, az ivás közben meg az evésre. Ma mi volt a menü? Teljes örlésű tönköly darából. Már jól indul, konzerv nap. Nem. Ne gondoljatok semmi rosszra. Ez normál tejbegríz, csak refron tejbegríz. Kókusztejben főztem meg a teljes örlésű tönköly darát, és narancs öntetet tettem rá, illetve banánkarikákat és egy kis zsolát. És ha nem tudtam ellenállni, és egy kis cukorréparostot is tettem bele. A mindenség itt neki, hát hogy? A karácsonyi menüben mi volt a főfogás? Mi reform beiglit ettünk, bio beiglit ettünk. Igazából mi karácsonykor nem tartottunk nagyon nagy dolgot, tehát nem volt tele a hűtő. Aha. Különböző húsokkal és halakkal. Mi normál módon táplálkoztunk egészségesen. Talán a gombát engedtük meg jobban magunknak. A bátor. És ma mi volt? Tönkölydara? Teljes örlési tönkölydara volt. Igen. Tönkölydarából tejbegríz. Ez jó, az egészséges, hát sokkal jobb, mint a sima. Ez olyan, mint a sima gríz, csak igen, úgy képzeljétek el, hogy egy picit több benne a korpa. Lehet ilyet kapni. És a kókusztej bele felfőzve? Igen. Milyen konzerv kókusztejbe? Nem kipréselt a kókusz mámájáról ott. Van már a dobozos. Táplálékok, dobozos kókusztej. Igen, ezek adalékanyagmentes, vagy hát nem ártalmas elszámokat tartalmazó kókusztejporok, de van zabtejpor, van zab, biozab tejszínünk is otthon, tehát éppen amire gondolok, éppen amilyen lábbal fölkelek, abban főzöm meg. Na, ezt megcsinálom. Ez most nagyon tetszik, ez a teljes kiölésű tönkölydara a kókusztejben felfőzve. Ez nem bonyolult dolgok egyébként. És ugyanúgy készül, mint egy normál tejbegríz, nem? Igen. Ez a színe lesz más egy kicsit. Ha valami más bolygóról jöttem volna, de hogyha ezt látjátok... Igen, jól érzem. Ez nem olyan bonyolult. Oké, hát ma nem akartunk senki csokkolni, ma inkább egy ilyen kis
támasz és egy kis segítség. elmentesövezet@morningshow.hu. Ha Gáborhoz van kérdés, akkor Gábor előszeretettel megválaszolja ezeket. Jó, bárkinek bármilyen témában, ugye Gábor, jöhetnek ide. Szívesen segítek. Szívesen segít allergiákkal kapcsolatban, gyerekekkel kapcsolatban, bármilyen betegséggel vagy táplálkozással összefüggő e-mailekre nagyon szívesen válaszol Gábor. elmentesövezet@morningshow.hu. Jó, ez a rovat e-mail címe, egyébként a morningshow.hu-n visszahallgatható a rovat, és fent vannak már előző megszólalások is. Gábor, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy meghívtatok újra. Jövő héten folytatjuk, nagyon szépen köszönjük. Mi 3:50, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Na, jó van. 3:10 lesz pontosan 5 perc múlva. Körülültük a tüzet. Elő a gitár. James Blunt. Hát. De biztos vannak lassabb számai is. Ez a csúcs. Na mindegy, ez van, jó van. Figyelj, igen. A Gábor jön a legközelebb, kérdezzük már meg tőle, hogy mi az a hozzát, az is biztos valamilyen csodaszem, mert többször is mondta, hogy hozzáteszem. Hát és én is a tök szívesen megkóstolnám. Én tudom, hogy mi lesz neked a következő ajándékod. Biztos, hogy intézek egy vendégszereplést az Ádám és Evában. Nem, egy ön... A mikroszkóp színpadon a saskabaréval egy ilyen hozzád poénnal már 10 plusz áfát leszámlázol. Én nem lépek fel sehol, már csak a Ludas Mutyiban. Mert hogy ez az új előadásának. Hát sas azért is mondom, hogy azért oda neked mindenféleképpen el kell mennem. A te jövőd a mikroszkóp színpad, én már látom. Mindegy, bármi lesz is, te csak sas, alkos, gyarap. Hihetetlen, de hol, hogy a Defekt Duo előtt vagy után akarsz fellépni? Tehát hogy legyen? Be akarok szállni. Igen? Triót akarok. Trió. De Defekt Trió. Volt azért ennek a beszélgetésnek egy komolyabb része is, ez a Morning Show. Van ahol. Visszahallgatható, ugye egy ilyen kis szanzásított rész, de érdekes dolog derültek ki a talpmasszázsról. Csabi, hát ennek te nagy tudója vagy. Jó reggelt, szevasztok. Én járok rendszeresen, igen, és én nagyon-nagyon szeretem, nagyon élvezem. Amikor először voltam, akkor egyszerűen nem bírtam a néninek a lábám, vagy a ölében hagyni a lábamat. Azt nem mondtad, hogy te masszíroztál. Nem, hanem ő a combjára teszi az én lábamat, ugye, és nem bírtam ott hagyni, hanem folyamatosan elkapkodtam. Mert nagyon furcsa érzés volt, de most meg már annyira hiányzik, ha esetleg kimarad egy-két hét, hogy rohanok hozzá. Nagyon szeretem. És hasznos. Nézzétek meg, milyen makkegészséges vagyok. Egyébként tényleg nem szoktál beteg lenni. Csabi, voltál sportolni? Ma nem volt, tegnap volt a sportnap. De tudok kapcsolódni egyébként a másik témátokhoz is. Hát ezért vagy te a Baházi Csaba. Nagyon, hát mit gondolsz, miért? Volt ez a mai reggel. Minden reggel, most már elég régóta leálltam a kávéval, és teát iszom, és a teába általában egy kanál port, fehér port beleteszek, de ez nem az, amire ti gondoltok, hanem aszkorbinsavat teszek bele minden reggel egy kanállal. Milyen? De hogy a forróba? Nem a forróban, megvárom, míg kihűl, mert ugye azt tudom, hogy sem a mézet, sem ezt a szévit, amit nem lehet belerakni, mert akkor az úgy szétesik, vagy hogy mondják. Úgyhogy szépen lehűtöm, és akkor utána. Az jó. És minden reggel ezzel nyitok. Egészséges, nem beteg, nem? Ennyi. Tud élni. Hívjuk a nap hallgatóját már is. Ja, tanulok tőletek mindig. Csak most mondta Gábor, hogy ugye máshogy kell bevinni az netszeg, nem csak az korbinsavat. Morning Show. Ó, az bizony. Hello, jó reggel. Jó reggel. Egy kis lehangolt vagy. Baj van, vagy dolgozol? Ja nem, dolgozok. Mit csinálsz? Vezetőbeosztásban vagyok, közvetlen a kormány mögött. Héten felkaptam a fejem, mondom, elfogtunk egy főnököt, de akkor a kormány mögött. Merre vagy éppen? Pécset. Azt nézem, hogy aláírtad az SMS-t? Szerintem igen. Hát igen, Attila, ugye? Így. Attila. Na, ugye akkor a reggel a televíziós jóslásokról is beszélgettünk, itt szárul az Auralátóról, meg Juditról, a fényevőről, meg nem tudom, hogy miket látni. És ugye szóba jött itt egy ilyen gerincműtét, amit a televízión keresztül végeztek el, megnéztük, és talán még a Gyurcsok csinálta, ugye meg a másik, aki... hogy hívták? Valamilyen Tamás. Valamilyen Tamás, mindegy. Élőben megcsinált egy gerincműtétet. Hihetetlen. Aztán felmentem a honlapjára és megnéztem, ő például Csontkovács tanfolyamat is tart elméletit. Csontkovács értitek, ugye? Tehát, hogy... Nagyon kemény, igen. Azt írtad nekünk, sziasztok, én is voltam jósnőnél, és azt jósolta a 2014-es évre, hogy nem lesz gáz.
de lehet, hogy villany és víz se. Olyan nagy, a nagy klasszikus, igen. Attila, ezért te lettél a nap hallgatója, jó? Küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot. Köszönöm szépen. Egy leheletit örülsz azért? Tehát csak nem úgy, egy egész kicsit úgy feldobtuk a napot. Természetesen, hogy örülök. Jó, jó van. Oké, Ati, köszi, jó utat neked, ciao. Köszönöm szépen, kellemes nap. Hát nem éljük, az lesz. Kellemes nap. Kellemes nap, mondta Attila és elköszön. Csabikám, milyen zenéid lesznek? Remek zenék? Remek, Mohamed Fatima. Imádom az új dal? Igen. Aha. És ráadásul ez egy nagyon-nagyon vidám dal. Nem túl mélyre szántó a mondani valója a szövegnek, de nem is ez a lényeg. Pont az a lényege ennek a dalnak, hogy ilyen kis laza, vidám, megunhatatlan. Ez a ragyogó szívemes. Igen, kicsit sok a refrén a végén, de... Igen, de olyan jól énekel az a nő, hogy hallgatnánk még. Ja, vágd meg. Miért? A végét. Ja. Túl sok benne a refrén. Egyre, hogy hívják egy ilyen. Hogy mit szoktak erre mondani? Milyen mixek vannak, meg milyen verzék? Ez lesz akkor a Rákóczi verzió. Nem? Hát de nem, ha a Csabi vágja, akkor nem lehet a Rákóczi. Hát de a te ízlésed szerint lesz ja, megvágva. Hány refrént szeretnél bele? Hát nem tudom, most 48 van körülbelül. Legyen mondjuk csak 35. 30-35-nél megállnék. Egyszer a Lár csinált egy ilyen bózatot. Így mondják. Hányszor lehet énekelni büntetlenül egy refrént? Igen. Csak ez volt benne. Mit csináltok ma? Te nem is tud. Nekem semmi, nincs terv. Semmi? Nincs terv. Te mit csinálsz? Tudunk-e utánad menni? Vezethetsz-e bennünket? Vagy e te neked ragyogó csak hogy kíváncsi zsabok éreztem, hogy van 2 perc reklámig, mondom meg. Kimegyek a piacra, mert hoznom kell Oliva Bogyót a Janinak. Nagyon biztos. Egy. Bizony. Mi ebédelünk? Azt vannak ezzel így még Pára János egyébként. Ez jó, ez egy... Ez, igen. Ez az ebédelős nap. Ma ebédelős napotok van? Én szeretem most valamelyik nap, hogy az egyik belvárosi nagyon patinás és nagyon jó kis cukrászdában most már van ebéd is. És akkor ott a sorsot meg az édeset is le lehet tudni, és akkor döbbenetes gondoltam, vagy. Hogy csinálunk egy ilyen kis közös ebédelést a nejemmel, aztán kipróbáljuk azt a bizonyos ebédet. Na, ember ekkora élvezetet evésben még nem talált. Tehát rajtad kívül senkit nem is. Mindenki szeret enni, de akinek ennyire központi kérdés lenne, hogy mit, meg hol, meg hogyan, elképesztő. Csak megvan tervezve. Na, de ez jó, ez tök jó, de ez tök jó. Van a rántott kamember, azt megeszi, utána eszik egy ízé rigójancsit. De ha nem tervezné meg, akkor minden délben befutna valami gyors étterembe, és ott kajálnak. Látod? És hogy milyen szépen gyűlnének a multipontjaiba. Picit szívom is a fogam most emiatt. Meg most Gábor adott egy nagyon jó tippet. Mindenképpen most venni fogok, a közelben van egy nagyon jó kis bioáruházat, veszek kókuszport, és kipróbálom ezt a kókusz teljes darát. A tönkölyös? Így van, a teljes kiülésű tönkölyi darából és kókusztejből készült tejbe grízt. Akkor hozz már egy kóstolót, jó? Hozz a fra. Te nem csinálsz ma? Nem tudom még, Csabi. Na. Lemegyek, bemutatkozom a távcsövemnek, elhatároztam és megtanulom. Ezt így kitűztem célul, úgyhogy van most az IMAX-ben egy nagyon jó, a Hubble-nek egy ilyen 3D-s 45 perces kis dokumentumfilmje. A Leonardo DiCaprio... Az a fajta érdeklődés. Maga az űrteleszkóp, hogy miket fotózott, és hogy hány galaxist a sajátunkon kívül, több ezer galaxist, csak gondoljon bele az, aki azt mondja, hogy egyedül vagyunk, hogy van a mi galaxisunk, aminek nem nagyon tudjuk, hol a végés. Ez nem egy rövid film. Van több ezer galaxis, és ezekből a fotókból csináltak egy ilyen 45 perces, egy ilyen 3D-s ilyen animáció tulajdonképpen, amikor a Leonardo DiCaprio hangja, és ezt alá narrálják. Egy ilyen 45 perces kis dokumentum. És ettől remélet, hogy megtanulod a te teleszkópodat is. Nem, egyrészt igen, hogy megjön a kedvem, meg ha ilyeneket meg tudsz nézni, szerintem ezeket nem szabad kihagyni. 45 perc, és láthatod, hogy milyen pici vagy, milyen apró, és milyen nagy az univerzum. És akkor ott szépen elgondolkozol egy-két kérdésen. Ez egy 45 perces kis film, ezt akarom valamikor megnézni. Hubble 3D ez a, ez a címe. Jobban szeretem, hosszabb filmek alatt jobbat lehet aludni. A 45. Na, vége. Igen. Na jó van, Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00, ez a telefonszám, itt tudtok tőle dalt kérni, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok!